Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Csárli vagyok. Akik ma velem vannak... Óriási, zseniális, mert kiesett Ficsor Zoltán, azaz Fifika, és helyette most Mújó, neked kéne, mert te vagy a következő, aki állandó tag, tehát... Az üvöltő dervis alias Mújó, <laughs> Fifko Krisztián. És... Balog Dávid alias Blacky. Az üvöltő dervis, zseniális. <laughs> Kellett hozzá 62 adás, hogy beszerezd a hangkártyát, és most már <laughs> elfogadható minőségű és erejű a hangod. Blackiné meg most már nem tudok elvonatkoztatni a, a spájzajtóról, úgyhogy nekem csak az ugrik be, hogyha a Blackit hallom. Mindegy. Érdekes fixáció. <laughs> Hát tudod, ez olyan, mint a leopárd mintás tangáról. Andor. Andor, igen. Ennyi. Hát ennyi. Jaj. Úristen, nem írtam föl. Sorozat. Baszki. Na mindegy, majd annak idején addig. Sorozat. Valaki majd ajánl nekem valami, valama, valami, fainságot. De azt is eltettem, amit te üzentél délután, Blacky, meg fogom azt is nézni, hm. csak ezzel az én vagyok meglőve egyébként, mert nem, nem találom sehol normális minőségben, úgyhogy mú ez a te dolgod lesz. Jó. Nem tudom 720 P-ben megszerezni. Uh, izó izó ISO um, distro, ugye? Most arról beszéltünk. Na, mi történt? Holnap május 1 lesz a munka ünnepe. Hát ez, ahhoz képest, hogy négy napos az a leghosszabb hét eddig. Miért? Nem tudom, nagyon hosszúnak tűnik. Végül is mikor jött hozzád a jó munkás ember, vagy nem ment ma? Te jött, mert Egész jött. nap azt vártad, mint a messiást. Mikor négy, négy körül ért ide végül, hogy valahogy úgy. Aztán viszonylag hamar végzett, de csak az volt a gáz, hogy tényleg semmiben nem tudtam belekezdeni, mert fogalmam nem volt, hogy mikor jön. Blacky meg egész nap megint szabít vett ki, csak azért, hogy tudjunk beszélni. De hát mondtuk neki múltkor is, hogy elég csak este. Meg majd akkor azt elmeséljük majd az adás megfelelő pontja, hogy mit csináltál egész nap. Igen? Hát nem. Már hogy úgy, csak azok a részek, ami a felöltözés után van. Ja, jó, oké. Okay. Uff, uh, megijedtem picit. Nézegettem Andor képét, meg ilyenek. Nem, ja, én meg megünneplem a ma esti podcastben, hogy holnap is mehetek dolgozni, mert az nekem jó. Nem csak te. Mi, te is dolgozol? Persze, itt Mér. nincs, hogy május egy. Ja, ez ilyen, ez ilyen, ilyen posztkommunista, szociál érából megmaradt ünnep. Igen, most van itt olyan, hogy Labor Day, tehát a munka ünnepe, de ez csak úgy van. Tehát ettől még az emberek mennek dolgozni. Nem ja, ott azzal ünneplik meg, hogy dolgoznak. Így van. Itt nincs ö, felvonulás, meg ö, hidegvírsli meleg kőbányaival, mint a keleti Blogban volt. Itt van egy lébörde és kész. Ellenben május 4-e munkaszüneti nap, úgyhogy én hétfőn nem megyek dolgozni. De jó lesz nektek. Sor el, tudom. És ö, kaptál már ö magad mellé erősítést? Vagy még mindig ketten toljátok ott az iport? E, hárman vagyunk alapvetően. hárman, bocsánat. Így van. A Judit egy angol fiatalember, és én nyáron lesz egy, egy, egy fiatalember, aki hazajön az egyetemről, és beugrik nekünk segíteni. Már hogy egy ottani egyetemről? É, igen. Ja, tehát akkor nem, nem egy magyar srác. Nem, nem magyar fiú. Mi és ez csak nyárra ilyen, ilyen kisegítő? Igen. Aztán gondolom, hogyha ha úgy lesz szükség emberre, akkor legalább most lesz haladékom arra, hogy keressek valakit állandóra. Nem, nem olyan van. egyszerű egyébként olyan embert találni, aki, akit el is tudok képzelni pót mögött, és a megfelelő tudás birtokában van. Kevés az ilyen. Szerintem... Hávicski Csárlid. Az. Vagy, vagy, vagy egy... Ja, de nem jó, mert ott a Judit. Mert mondtam volna, hogy ne férfi legyen, hanem nő. 90-60-90... A többi meg a te preferenciád, hogy, hogy, milyen legyen, hát érezd már jól magad a pult mögött, hát ott vagy egész nap, no. De akkor Én. ez ilyen, ez ilyen izé lesz, gondolom, ez a, ez a ifjú titán srác, hogy, hogy el tudjatok azért menni Szabira, vagy ott nincs, nincs, így, hogy Szabi. Valami hasonló lesz, igen. Hazajöttök? Nem. Annyira, annyira azért nem fogunk tudni elmenni. Ilyen heti egy-két nap. Ó. Oh. Hát akkor, akkor már most bejelenthetjük, hogy a, ha sok Itali lesz, mert biztos lesz, akkor azon se lesztek itt. Bizony, sanszos. Vagy majd indítunk egy Skype videókonferenciát, és beleintegetsz. Az, Maximum. az megoldható, az megoldható. Az a helyzet, hogy mivel én vagyok itt ennek a botnak, úgymond a menedzsere, én felelek minden oh, pénzügyi dologért. Már egy picit leszédültem a székről. Jó. Igen, te felelsz a pénzügyi dolgokért. Igen, tehát én járok bankba, én intézek mindent, és erre megbízható embert betanítani, főleg úgy, hogy a Judit a másik, aki erre képes lenne. Most, hogyha hazamennénk, együtt mennénk, tehát na, nem. Megáll az élet. Hát tök jó, kiakasztod a táblát, nyitás két hét múlva. Igen, én vennék a fiúk. <laughs> Ó, de hogy nem. Ja, Istenem. Elfelejtettem, mit akartam mondani. Ja, igen, igen, hát hogy Sopronban megoldható a történet, ki kell nyomtatni élet életnagyságba, és történet. oda támasztani egy fának. Hát, vagy egyszerűen csak a véder nagyú ruhát, aztán mindenki képzelje alá. Így Új, van. nem volt itt a megina ízé. Azt Hát ennyi! Hát ennyi! Mindig, mindig legyen karnyújtási távolságban egy véder beszédközponttal rendelkező sisak. Itt, ahol most ülök, itt mindig van. Múlt héten is volt, illetve két héttel ezelőtt is volt, és most is van. Yeah. Mondtam már adás előtt, de nekem fura most ez a, ez a legvéd, hogy, hogy nem, Péter, ha hallgatod, mondd el nekem, miért érzem úgy, hogy jobban kokszol a málna, mint az előtt. Szolgálati közleményünket hallották. Na, veressük Vagy a témát. Igen. a vattád. Hát, ö, akkor ezért meg a másik jó képességű bálintot kell segberúgnom, mert tőle kértem egy pár méterrel, és ő küldött. Egy fél, fél dobornyit <laughs> Kinyitottam, ráüzentem Skype-on, azt mondta, na ennyi elég lesz. Na hát egy darabig. Úgyhogy most nem nagyon nézem, hogy mennyit kell levágni, de azért persze mindenek van határa. Na csapassuk a témákat? Adjunk neki. Egy szemről mehet meg aztán egy kis szabad szavas. Ö, azt még előjáróban, ugye azt mondtuk a múltkori adásban, hogy ugye előtte volt az a rész, amikor összedugtuk egy páran a kobakunkat, és beszélgettünk a TPD-nek a ránk vonatkozó 20-as paragrafusáról, vagy bekezdéséről, nem tudom, hogy kinek hogy tetszik, és, és voltak ott nagyon hajmeresztő dolgok, és hogy majd a következő, azaz a mostani adásban kitárgyaljuk, de Fifika sajnos a munkája elszólította, és nem paradicsomot szed az adó paradicsomban, hanem dolgozik, mint minden normális ember, úgyhogy nem tud itt lenni, viszont mindenképpen szerette volna, hogyha ő is itt van azon a TPD-s kiértékelésen, vagy nem is tudom, hogy hogy mondja. Uh, ahol megköpködjük ezt a, ezt az egész dolgot, és még mindig ezer uh, mindig millió kérdés van a, a fejünkben, amit nem sikerült azóta sem tisztázni, úgyhogy szerintem azt tegyük akkorát jövő hétre. Az is jó lenne egyébként, hogy a jövő héten ugyanígy minél többen uh, tudnánk részt venni, illetve egy, egy új feature-rel, <coughs> ugye gondolkoztunk ezen, hogy egy picit hallgató közelibbé tenni a dolgot, és mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen, egy ilyen félig live adást, uh -huh. a, az internetnek hála. Azt majd közé fogom tenni, hogy hogyan és mint, csak le kell tölteni egy szoftvert, amit egyébként telefonra, számítógépre, minden anyám kínjára le lehet tölteni. Ez melyik volt ez, Christian, a Mumble? Igen, igen. Tehát ez a mumble, így kell írni, ezt a szoftvert kell letölteni a gépre, és akkor én majd kiírogatom az oldalra, hogy, hogy mit hogy kell beállítani, és, és akkor gyakorlatilag azon keresztül vennénk fel az adást, beleszólni nagyon nem lenne jó, mert mert az minket is zavar, de, de hallhatnátok, hogy ott élőben nem vágunk meg semmit, Beszélgetünk mindenről, és menet közben akkor lehetne ott a falra szépen föltenni a kérdéseket nekünk, ha éppen adódik. Szerintem tökre fasza lenne. Nagyon futurisztikusan hangzik. Úgyhogy szerintem ezt jövő hétre beizzítjuk, és, és ennyi. Akkor jövő héten beszéljük meg, akkor az pont jó lesz, hogy akkor tpd szerintem, és és akkor hát ha másokat is érdekel abban a pillanatban, ahogy mi ezt megemlítjük, hát, ha még reagálnak is rá. Milyen egyszerű, mint betelefonálni a műsorba. Óriási, én már attól félek, ugye, mert itt nem lehet beállítani a, a, az autómi hogy annyit tudunk csak tenni, hogy úgy csinálunk, mintha nem hallanánk, és ugye külön sávra rögzítek minden embert, és akkor azt majd onnan kivágjuk, meg az embert is mondjuk lehet kikkelni, meg bannolni, de... De maradjunk annyiba, hogy senki nem beszél vele, és téged is átállítunk majd a push ő, Voice Activétedre, mert ne, mikor teszteltük, akkor két-három perc után esetleg neked is, hogy nem nyomtad, és előtte beszéltél hozzám. De jó lesz, ez jó lesz, ez szerintem. Így a volt, szukra. nem kamuzok. Így volt, így volt ebben az a trükk, hogy a Mumble alapvetően ugye ilyen chat szerver játékosoknak olyan, mint a TeamSpeak. Hát mint a TeamSpeak, igen. És teljesen furi, hogy akárhányszor játszottam, az úgy bennem van, hogy játék közben nyomom a, a nálam a jobb kontroll a puskutok, és nyomom a jobb gombot, a, a jobb kontrollt, és soha nem volt játék közben ilyen probléma, hogy elfelejtettem nyomni. Viszont az összes többibe az ilyen Skype és hasonszörű fölhívjuk egymáshoz és beszélgetünk dologba, ott meg ugye folyamatos beszéd van, és annyira elválik a fejemben a kettő, hogy képtelen voltam megszokni, hogy mumbülön beszélünk, és nyomni kéne a gombot. De, de mit akartam mondani, miért nem voice activated volt neked akkor beállítva? Mert ezek a mindenféle first person shooter, amikor játszanak, én úgy gondolnám, uh -huh. hogy ott, ott, ott hangra aktiválódik nekik, nem nyomogatják még közben. Én nem emózni szoktam, mondjuk túlzás már egy ideje nem, de hogy alapvetően nem emóztam és ahhoz használtam, és ott inkább a dolgomat tettem, elég ritkán kellett megszólalni plusz én rettenetesen megutáltam a játékok közben a, a voice activation beállításokat, mert mindig volt egy-két játékos, akinél nem tudom én, tanult a kislánya a háttérben, és az így egy folytában megy, és az illúzió romboló, miközben egy böszmenagy hogy internet sárkányt próbáltok kinyírni már másfél órája, és közben meg valaki a, nem tudom én, mit gyakorolja a háttérbe, és csapkodja az ajtót, és visonganak, köszöngetnek, szóval internet sárkány, így és Istenem, hova kerültünk. Szóval én komoly ellenérzéseket kezdtem el táplálni a Hát én kérdés. most, hogy ilyenekkel játszott egy internet sárkány, mi van az intróval? Azt mondd meg. Milyen intróval? Hát tudod, amit föl fogsz én... Édesapám. <laughs> nagyon, nagyon tanulok, hogy el tudjak szépen játszani egy intrót, úgyhogy folyamatban van. Jó van. Ez egy nagyon hosszú és nehézkes procedúra, amire az ember eljut odáig, hogy mások számára is élvezhető módon föl tudjon játszani bármit. De mióta tanulsz? Idén lesz három éve. És még nem mersz neki állni egy mikrofonba belehegedülni. Hát... Nem, mert szoktam mintavételezni a, a, abból, hogy hogy állok, és, és vannak benne még hamiskás hangok, úgyhogy ezzel nem kínoznék senkit inkább. Jó, akkor kínozzuk mi a többieket. a a szokásos metódussal jön az általános, egy gyönyörű szép infografika. Ezeket mindig szeretjük, mert mindenki számára könnyen felfogható és, és olvasmányos is lehet a dolog. Valaki zippót használ. Nem, én raktam vissza az akufedelet a modomra. fedél mágneses volt, hallom a hangján. Így Éreztem. Szóval készülődnek már a dohánygyártók, és erről is szól a következő infografika. Uh, amiben hő, olyan összegek vannak, hogy ezt már számmal nem is írják ki, csak betűkkel. Uh, és ugye azt mondják, hogy, uh, hogy 2012 és 2014 között kezdték el uh, megtolni a cigarettagyárak is uh, ezt a, namit történet, történet, történetet. És uh, és hogy a, a két legnagyobb ország, ami élen jár benne, mi meglepő: az Egyesült Államok és Nagy-Britannia. És föl van Ez itt. Nagy-Britannia és a gyarmat. És a gyarmat, igen. És föl van itt sorolva a nagyobb gyártók közül szemezgettek. Itt van például, amit Fifika mindig előszeretettel, emleget ugye a Blue Sig, Blue Sig kapcsán a Loriard, a Reynolds, ugye ő egy amerikai vállalat, az Imperial Tobacco, a BAT, vagyis a British American. Én mindig a Batmanre asszociáltam, mikor láttam ezt a cigarettás dobozokon. A Japan Tobacco, az nem tudom, hogy hogy került ide a listára hirtelen. Philip, Mo Mondjad? Ők, ők ö, ilyen száraz ö, dohány hevítőket porlasztókat használnak. Tehát ez a fűtőszálas történet, ami nem égeti el a dohányt, csak fölmelegíti. Ö, nekik van egy plum nevű készülékük, amit meg kell tömni dohányjal, és tulajdonképpen égetés nélkül fölhevíti a dohányt, és annak a, a gőzét lélegzett be, és így jutatod a nikotint a szervezetbe. De ez is egy ilyen füstmentes dohánytermék akar lenni. Valami ezt inten köthető az elektromos cigarettához. Hallottam éppen ma valakitől, akit nem kívánok megnevezni, olyan készüléket, ami nagyon érdekesnek ígérkezik egyébként, egy pici kis intermedzó erről jutott eszembe, hogy ott is pont ilyen elven működő dohány, párologtatás, dohány égetés, tehát ilyen alacsony hőmérsékleten történő dohány füst tüdőbe juttatásról van szó, és lényegesen kisebb a füstje, mint, mint a hagyományos cigarettának. És még ezt így hibridizálták is, hogy ha kevés a füst, akkor egy, egy ilyen hagyományos elcigi patronon keresztül tudod szívni azt a füstöt, és mondjuk akkor a, a, hagyományos dohányodat még megízesíted azzal, ami a patronban van. És állítólag, hát ha nem is szenzációs, de, de érdekes és, és jó pofa ízeket ki lehet belőle varázsolni. Na, aztán mi van még itt Philip Morris, akinél, akinél itt hirtelen megütötte a, a szememet, hogy hogy ők uralják az Egyesült Államokban a piac felét? Így van. Kemény. És hm. hogy ugye ott van a Marlboro, amelyik a legerősebb brand nem csak náluk, hanem az egész világon. És mi van még itt? Itt van még egy Philip... Uh -huh. Van egy Philip Morris USA, meg van egy Philip Morris International. Uh, és aztán felsorolják itt a készülékeket, amelyik, <coughs> amelyik uh, készülék, ahogy nézem, ugye ott a Blue-nál ez a már megszokott dobozos verzió, de de vannak itt például a Views-nak uh, jópofa készüléke, az nekem tetszik, vagy a Plume. Úgyhogy... Uh, Úgyhogy erősen gyúrnak ők is arra, és, és abban biztosak lehet, én legalábbis biztos vagyok benne, hogy ők lesznek az elsők, akik, akik képesek lesznek arra, hogy azokat a direktívákat, amiket meghatároznak, vagy az EU-ban, vagy mondjuk Amerikában, azt ők fogják először teljesíteni, és bármit ki fognak tudni dobni, akár patronos, akár újra tölthető verzióban, de érdekes mód, nem tudom, én nem tudom, de magyarázzátok már el nekem, hogy miért erőlteti mindenki ezeket a, ezeket a cigaretta méretű formájú, hát bocsánat, hogy ezt mondom, de szarokat. Krisztián? Fogyóeszköz, szerintem itt a válasz a dologra, hogy fogyóeszköz, és ezt hasonlít legjobban a meglévő cigarettaiparhoz. Bemész, használod, eldobod, igen, de ezzel nekem az a fő gondom, hogy míg mondjuk egy aksit jó eséllyel, ha nem vagy erős ecig is, és mondjuk a töltési ciklusát leegyszerűsítve 300 töltésre kalibrálom, és két aksit cserélek, az 600 mondjuk azzal. Ha még az éveket is kerekítem, akkor két aksival két évig el vagyok. Ezzel meg gyakorlatilag azt mondod, hogy ha ezek nem bírják addig, közel sem, mondjuk 100-150 alkalom, ja. erős túlzással, és utána ö, termeled a szemetet, amit ö, na most, mikor dobtál ki utoljára akkumulátort, akármilyet konténerbe mert lehet, hogy te vagy én, vagy Blacky, vagy Fifika, vagy bárki más közülünk kidobja, mert környezettudatos, de de biztos, hogy van olyan, akinek egyszerűbb kibaszni a kukába, mert az van közel, és nem fog elvinni egy, egy ö, ilyen gyűjtőkonténerbe, és aztán a Abba bele sem megyek, hogy, hogy milyen környezeti hatásai lehetnek ennek. Meg hát az a fölösleges anyag, amit beleraknak, felhasználnak azért, hogy legyen egy ilyen kis pécsányi eldobható. Hát alság. meg nem csak az akkumulátor, azért ebben rengeteg műanyag is van. Hát nekem ebből a szempontból nem tetszik egyrészt, hogy ahogy te is mondod, irgalmatlan mennyiségű, fölösleges, káros szemetet termel, másrésztről meg ez az eldobhatós dolog, hogy fogyóeszköz maradjon ennek az erőltetéshez, semmi egyéből nem szó, mint profit maximalizálásról, mert ugyanúgy ki kell fizetned az eszközt fölöslegesen újra és újra. Így van, így van, arról nem beszélve, hogy ha ilyen készülékeket állítanak elő, akkor ez nekik a lehető legjobb win-win szituáció hogyha egy erős dohányos el, rá le akar szokni a bagóról, vagy csak váltani akar elektromosnak, megvesz egy ilyen készüléket, <kül> tegyük föl, hogy beválik neki. Mi történhet? Az, hogy használja tovább, mert azért ahhoz nem elég jó, hogy az ember tovább lépjen, főleg úgy, hogy egy olyan TPD áll mögött, mondjuk itt Európában például, ami nem is teszi ezt lehetővé. Ha beválik neki, akkor folyamatosan veszi az akkumulátort, folyamatosan veszi az előre töltött patronokat, és a többi, és a többi termeli nekik a lóvét. b -terf. Mi van, ha nem jön be? Visszaszokik a dohányzásra, megint náluk köt ki, és megint az ő pénzüket fogja, vagy az ő kasszájukat fogja pénzzel tenni. Tehát nekik ez a win-win biznisz. Ez, ez, így, ez, így, ez így áll össze. Yeah. Igen, és, és a, amit beszéltünk egy pár ezelőtt, hogy volt kollégám, aki nemrég megkeresett, hogy hogy ilyen e-cigit akarna vásárolni. Az elején, hát most már mondhatom, hogy az elején, mert mit is, egy három-négy hete történt meg a dolog. Tudjátok, ez az iszonyat nagyjelán, aztán kérdeztem egy-két hete, hogy nem mi a helyzet? Hát, hát azért néha rágyújt egyre többször, mert fogy a likvid, és ugye őt nem elégíti ki a, a, a mentes likvid a szervezetét és aztán így szépen így, tehát tök mindegy, nekik tényleg az lesz, hogy ö, szívod egy darabig ezt, is ezzel is kim vagyunk a piacon, tehát profit termelődik a zsebünkbe, ö, vagy, vagy visszaszoksz a másikra, a cigire, amin már... Hogy így, az is hozzánk jön. Semmi, semmi ö, reklám, meg már most már lassan csak egy fehér doboz lesz, egy hatalmas nagy rákos tüdővel, vagy valami hasonló képpel, de leszarjuk, mert az is a mi pénzünkbe... Ö, Hajtja majd a, a bevételt, és közvetve-közvetlenül mind a kettőből részesedni fog az állam is, mint adózott bevételi forrás. Mm -hmm. Úgyhogy nekik is tökre, kurvára mindegy lesz. Hát igen, sajnos. Ez ilyen, ez ilyen. De nézegettem itt a képeket, és mondom, hogy igen, valóban nem csalódtam, még mindig nincs egyik tohánygyártónak sem egy normális készüléke. De hát a... így is lesz. A Blue wake van e, ego-kategóriás e, műsorszámuk, viszont e, viszont egy kicsit érdekes a történet, e, mert e, nem kompatibilis semmi mással. Csak egómenet van rajta, 5-10 menet nincs. Tehát csak az ő e, töltőjüket tudod használni, csak az ő patronjukkal. Vicces. Hát várjál, akkor ezekre mindig ráfűzök. Hisz neki, miért lenne? indokolt az, hogy egy olyan készülékre, a saját készülékére tekerje egy olyan patront, amiben nem az ő likvidje van, ergo nem neki termeled a bevételt. Persze, csak szoftveres analógiával nézve ezt az egészet, az annyira a az őskor ez az összeszorított foggal irigykedve, ott vagy ne úgy véletlenül hogy egy olyan terméket csináljunk, amiben véletlenül hasznos lehet valakinek, aki nem tőlünk akar mindent megvenni, mint annak idején a Microsoft csinálta ezt, hogy tök jó, hogy van egy office de of az meg semmivel nem kompatibilis. Semmi. De ez, ez azért... Ez, mindent újra föltaláltok, minden mindent másképp. Át is kéne írni, ez nem hasznos az ő termékük, hanem haszonos. Az ő haszon. <síns> 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 Igen ja, marad meg. Tehát ő bőven lesz hogy hogy egészségesebb vagy sem. Ő a normákat betartva, az előírásokat szem előtt tartva készít még egy terméket, ami pusztán piaci és marketing alapon érdekli. Biztos Itt, nem azért csinál ilyet, mert neki az a célja, hogy a dohányzásról leszokja. Lehet, hogy azt mondja, hogy nem is, ezt nem is azért csinálják szerintem, hogy hogy leszoktassanak, vagy megvédjék a te pici rózsaszín tüdőszöveteidet, hanem a saját káraikat enyhítsék, hogyha már leszoksz, akkor a miénkre szokjál át. Így van. És, és, azért valami azért csúrogjon nekünk még vissza. Ez nem is értem, hogy hogy, hogy, hogy merült föl ez a gondolat egyáltalán, hogy, hogy véletlenül is törődnének bárkinek az egészségével. Tehát persze a Blue, aki eredetileg nekiállt a csinálni a Blue-t, az valószínűleg még gondolt ilyen dolgokra, hogy akkor most elektromos cigaretta forradalom és kárcsökkentés és a többi, és a többi attól a pillanattól kezdve, hogy aláírták a, 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 az adásvételi szerződést a Blue fölött, onnantól kezdve ennek a történetnek vége. Így igaz. És hát, ez ilyen. Ha már, ha már külföldön járunk, akkor említsük meg a a hongkongiakat, hiszen ők sem bírnak a seggükön ülni. E, valami hülye facebook csoportban e, nyihogott valaki, hogy ha, ha Kína be is tiltja, majd Hongkongból fogunk rendelni jövőre. E, és Erről e ennyit. Igen. E, erről született egy cikk a harbortimes.com-on, ami, hogyha bejön, akkor tök jó lesz nekem is. De előtte azért megemlíthetnénk, hogy, hogy veled, nem, te nem voltál múlt héten, Blacky, hogy nem voltam. ugye beszélgettünk erről a paypal mizériáról, és uh -huh. pont mondtam, hogy hát mi ezt nagyjából le is tojhatjuk, hiszen nem a mi érdekünk lesz az, hogy majd a, a boltosnál lehessen paypal fizetni, de azért érdekes lesz majd, mikor mondjuk egy fasztek beadja a, a, az engedélyezési eljárásra a cuccait. hiszen Hiszen mondjuk nem tudjuk, hogy... Igen, rájuk a TPD ilyen szinten nem nagyon fog vonatkozni, hogy fél évvel előre jelentségbe, vagy jelezzék... Hát az hogy, a forgalmazókat. Hogy milyen új cuccaid vannak. Mi hát van meg a... hogy a TPD ugye Európán kívül, hogy fog hogy fog működni, vagy hogyha te kintről akarsz valamit. Hát, nyilván a fasztek, hogyha szeretne továbbra is exportálni Európába, akkor valamit lépnie kell az ügyben. Hát a fasztek elég kis hal ehhez, ami azt illeti. Hiába van neki két millió terméke, meg mit mekkora raktár szükséges ehhez, azért nem tartanak ezek mindent helyben. Biztosak benne, hogy ők relatíve kis hal. Számtalan olyan weboldal van, mint az övék, számtalan ilyen webáruház létezik. Nem fogok most neveket sorolni, de most kettőt, hármat csak így hirtelen. Ott van a Banggood. Aztán... Hát, vagy mondjuk azt, hogy ott van a kicsit analóg menjünk rá, AliExpress, Igen. ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a Fastek, aki nem tud nagyban az Alibabáról, az megveszi kicsiben drágább ér az AliExpressről. Úgy van. De egyébként érdemes megnézni, mert mert pont a fasteknél működik így a, a return policy, hogy például, hogyha Amerikában vásárolsz, vagy Amerikából, úgy mondom, tehát kint vagy Amerikában, és te ott vásárolsz a fasttrack körül, akkor nem is, nem is a kicsi kínaihoz kell visszaküldeni, hanem nekik van ott fiók telepük, uh -huh. hogy a kényelmes amerikaiakat kiszolgáld gyorsan, és oda postázgassál, úgyhogy igen, van millió és egy ilyen cég, csak, csak majd a millió és egy cégnek is meg kell felelni, még a beszállítójának is meg kell felelni. Így van. Úgyhogy... Ö... Ezek csak akkor érnek el valamit, hogyha együtt lépnek. Ö, Fastech, Dale Extreme, Dino Direct, Tiny Deal, mit tudom én, ezek mind együtt kell, hogy odalépjenek, és azt mondják, hogy jó, ez így nem lesz frankó. Egyébként nem. Egyenként kis halak. Úgy, mint mi. Hát egy kicsivel nagyobbak, mint mi. Jó, de, de... Igen. Mm. Ö, van itt egy érdekes mondat nagybetűvel kiemelve pirossal, ö, és olyan, minthogyha... Minthogyha, minthogyha... Hol vagyunk? Igen, minthogyha mújó leesett volna, de megpróbáljuk mindjárt visszahívni. Azt mondja, hogy... Ja, mújó lepottyant valóban. Hozzáadjuk hogy azzal, hogy betiltod az e-cigarettát, azzal egyetlen egy célt érsz el, hogy a hagyományos cigarettákat fogod tovább használni, értékesíteni, és a többi, és a többi. Így van. Illetve a fekete gazdaságot fogod ö, erősíteni ezzel, mert ö, mindenki meg fogja látni benne a bizniszt, és ö, nyilvánvaló, hogy lesz olyan, akinek lesz elég vér abban a bizonyos testrészében, és rámozdul jókora anyagi haszon reményében. A másik ö, érdekes idézet António Quonktól, hogy egy kicsit ö, fordítok és populárisabbá teszem, hogy a szart azt bárhogy színezhetjük, akkor is szar marad, mert ha valami karcinogén anyagokat tartalmaz, akkor ott a, a karcinogén, az karcinogén az mindenképp rákkeltő, akkor mi a biztonságos szint? Olyan nincs hogy biztonságos igen. szint. Tehát ez olyan, hogy a, a kipufogóra csak ráteszed a szádat, és újslokkolod be, vagy 20 centire. Vagy 20 centire onnan, igen. Teh Tök mindegy, oh, hello. az akkor is káros lesz. Köszönjük szépen, ki tudtunk téged beszélni jól. Most már visszajöhetsz. <laughs> Igazi kék halálom volt. Ezt most nem mondod komolyan. Ez Mondtam én, hogy mekintosra kell váltanod. Az almák férgesek. Jaj, ugyan már, ugyan már. Kettő egy bele vagy szavazva. Mi neked is meked van? Nekem ugyan nem. A boltban? Hát igen, de ott muszájból. Ah, Itthon na, a házban nem jöhet. Semmi, amit alma <laughs> <laughs> logóval el. Üm. és ugye azt, azt mondják még a, a kicsi sárgák, hogy, hogy nem abban lenne itt a fantázia, hogy, hogy tiltunk, hanem a szabályozásnak. Szabályozás az, az ne az legyen, hogy valamit megtiltunk, hanem a, az ismert és, és szem előtt tartott kockázatokkal szembesülünk, megtudjuk, hogy mennyivel károsabb, mennyivel egészségesebb, mint a másik, és az szerint bíráljuk el az adott termékeket. Ez pont olyan, mint, mint a borson, ezen a roppant autentikus magyar nem szennylapotok, bulvár termék honlapján, igen, ott volt egy cikk, megint a Fodor Zsókás, hogy hogy elcigizik, meg mit tudom is. Mi volt? Tíz kommentből, hatan, hogy már megint Fodor Zsóka van, mi történt, hogy ki az a Fodor Zsóka, hogy ennyi, és a maradék négy meg mondta, hogy sokkal károsabb, mint a hagyományos cigaretta. Megmertem kérdezni, hogy ezt honnan olvasta, vagy vagy, vagy mi történt. Oh, ez csodás volt. Igen, és azt nem tudom, látod e múlva, hogy visszanéztem ma, hogy mi a túró van, mert egy páron panaszkodtak, hogy nem látják. Is? Hát gyönyörűen kikapcsolták a kommentet, leszették onnan a Facebook boxot, úgyhogy nem lehet már ahhoz a cikkhez írni. Zseniális. Uh -huh. Nehogy már véletlen valaki megtudja. Vagy nehogy már véletlen Székség. ott maradjon, igen, az, ami, ami nekik nem kattintás vezérlő. Tehát ez egy vicces volt, és akkor, így nekem azt mondja, az over 50-es nő, hogy, hogy Mar, pedig igen, ő ezt körüljárta ezt a témát. Hát akkor... Szóval. Az ugrott be nekem, hogy körüljárta, olvasott róla három hete a Borsban. A Borsban, Ez vagy a Blikben, igen. <laughs> Tehát öcsém, és akkor ilyenekkel. Mondjuk ma volt a másik, amit a lagyfaszt kaptam, a 45% víztartalmú likvid, de, de azt majd megemlítjük a, a külön kategóriában. Ö, van még hozzáfűzni valótok ehhez a Harbor Times-os cikkhez? Én lemaradtam róla ugye a kék halál miatt, ahogy átbeszéltétek, úgyhogy nem tudom, hogy miről volt szó, miről nem, nem akarok duplán Csak, csak mondani. címszavakban igazánból megemlítettünk ott pár kiemelt bekezdést, amit, amit ott olvastunk, tehát hogy nem az, a, nem az a megoldás, hogy tiltasz valamit, hanem ugye szabályozni kéne, meg hogy... Hú, ki volt az? Valami Mong, vagy Hong, vagy nem tudom is én kicsoda, aki... Antonio Kwong. Antonio Kwong, igen, aki, aki, ott a karcinogéneket feszegette, hogy... hogy Gyakér király. Hogy a rákkeltő az így is, úgy is rákkeltő, tehát ne azt mondjuk, hogy valami nem rákkeltő, vagy kevésbé rákkeltő, mert így is, úgy is megdög lesz tőle, hanem ott, ott akkor meg kell határozni, hogy hogy mi a tökről beszélünk. Úgyhogy körülbelül ennyi volt. Jó, Igen, jó. Alapvetően, alapvetően ugyanaz ö, van itt is, ahol ami mindenhol, hogy, hogy kapudrog, ugye, a szokásos vonza a fiatalokat, és hogy soha nem volt ilyen alacsony Hongkongban a dohányosok száma, és most ezzel hogyha az e-cigarettát hagyjuk szabadon terjedni, akkor ez, ez, megint újra fogja normalizálni a dohányzást. Egyébként az miért baj, hogyha, hogyha egyre... Igen, nem, nem határozzák meg, hogy mi az, hogy fiatal. Egyre több fiatal használja. Én 18 és 20 éves korom között is tökre fiatal voltam a mostanihoz képest. E és ha tudok róla, használtam volna, de akkor én is fiatal lettem volna, vagy, vagy igen, itt jön ez az örök nagy dilemma, hogy, hogy a, a, fiatal korúak, ugye 18 éves korukig, na most ők, ha, mi a jobb, hogyha egy, 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 elektromos cigarettát használnak, milyen menőzésből, vagy a cigarettát, ezt én nem tudom eldönteni, hogy olyan drámában vagyok, mint te, Mújó, a, a tesóddal. de... Én már nem sokáig. <laughs> igen, de szóval, hogy itt, 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 nem lehet jót mondani, viszont úgy láttam, hogy most most kezd kifulladni ez az egész elcigis vonal, hogy, hogy károsabb. Na most akkor menjünk rá a egyre több fiatal kezdetű bekezdésekre, mert ebben van a következő nagy lendület. Igen. Én most nézegetem itt ezeket a címeket, szerintem ez egy félreértelmezted António Quongnak a mondani valóját. Várj, várjál, tekerek a... oda. Annyi Antó... Antóni... Ez a karcinogénes, karcinogénes. Ez az én olvasatomban ez a mondat azt jelenti, hogy amit tudunk, az az, hogy vannak benne karcinogén anyagok. A karcinogén az karcinogén, Fogén? mi az, hogy biztonságos igen, szín. Igen, igen, Tehát, és ahogy nézem, ez az Antonio Kong, ez az Ottani Pöcsfeje Bizottságnak a, a, a csúcsfeje. Hogy én, igen. én ezen vagyok kiakadva, hogy van egy ilyen történet, 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 amiről rengeteg mindent tudunk. Hát tudjuk, meg lehet vizsgálva, millió egy dolog van, ami bizonyítja a, a, a támogatóknak az igazát. Vagy a pártolóknak az igazát. És akkor jön egy ilyen bizottság, akik a jó se tudja, melyik kő alól előmásznak, ahol az elmúlt tíz évet töltötték, a gőzök nincsen semmiről, belekapaszkodnak, mint a bogáncs ilyen címszavakba, karcinogén, formaldehid. Ezt sokartam akartam mondani, sokartam, mondani hogy ha ez hiányozna, tökünk. akkor mennyi egy bekezdése följebb, mert ott van a biztonságos feszültségszintje és a formaldehid. Tehát nyugodtan... Mi, mi, mi? minden itt van, és valóban, hogyha életlenül kijön néhány jó tanulmány, ami előzi ezt a hülye múmust, hogy miről beszéltek, hát erről szó nincs, akkor jönnek az, ezekre az érzelemre hatással, hogy mert a gyerekek, és a, és a csokoládé ízű, és a nem tudom én mi. Hogy, 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 hogy ez mégis hogy az Istenbe képzeli 10-15 idióta, akinek fogalma nincsen róla, hogy miről van szó, életükbe a kezébe nem fogták, Totálisan. Nem is dohányoznak valószínűleg, nem is ecigiznek, tehát igazándiból őket nem is érinti ez a dolog, és akkor, mint hogyha egy ilyen szaros május elsői felvonulás lenne, és így viszik a kis transzparensüket, hogy mi fogjuk megvédeni mindenkinek az egészséget, és nem tudom, hogy mi járhat a fejükbe, hogy, hogy minek képzelik magukat. És akkor előjönnek egy ilyen ajánlása, hogy hú, hát ezt már pedig tökéletesen százalékig be kell tiltani. Mi van? Hogy? Miért? És az a baj, hogy ezek a bizottságok az első lépőkövei az összes szabályozásnak. Tehát ilyen korlátolt, semmihez nem értő politikus majmokon kell keresztül verni a valóságot, amikre ők pedig szemlátlátlátóvást immunisak. Ez hihetetlen. És most végignézni ezt, tehát igazándiból ezt két éve végig toltuk az EU valahol, nagyjából nem ennyire durván, hogy be kell tiltani, de ilyen hangok is voltak, de ott ugye a gyógyszerszabályozás felül indult az egész dolog, és mire ez az egész odáig finomodott, ami még mindig rossz, ami most van. Hogy, finom, hogy, és most két évvel később megnézzük, hogy Hongkongban meg megy ugyanez meg. Egészen hihetetlen. És az a baj, hogy nincs elég farszalinoszunk. Hát igen, farszalinosz klónozni kéne. Hogy 5000 példányban. Igen, minden országban kéne egy ilyen kis önjáró mobil farsalinos egység. <laughs> Mert ugye most a, a téma, ugye a Portland Egyetemen ö, próbáltak, hát most ha nem a, nikotinban, nikotinba, meg nem a, a liquidbe, na akkor mi bekötünk bele hát a, az vagy. ízesítésbe. Ö, de a jó farsalinos doki, E, finoman félresercintett egyet a két foga között, és e, jó megrágta őket, majd kiköpte. Igen, elég csúnya öngólt ezek maguknak. Persze megpróbálták a saját e, szájézük szerint előadni, de az a dolog lényeg, hogy leteszteltek 30 likvidet, és mindösszesen kettőben találtak olyat, e, vanilint és benzadehidet, amit äh, <coughs> ami egy äh, kimutathatóan magas értéket mutatott, de még így is äh, az ilyen foglalkozási ártalom äh, szintjénél meghatározottnál. Tehát ha valaki olyan gyárban dolgozik, ahol ilyen vanília pudingot vagy akármit csomagolnak, az ottani egészségügyi határérték alatt volt még így is. Ettől függetlenül kimutatták és verték a mellüket a Portland Egyetemen, hogy ú, uh, káros! Igen, nekem az a cím, ezt azért, remek jó humora van így a, a, a címek alapján, amit kitalál. Média történetek az elektromos szigaret egészségügyi kockázatairól egy olyan tanulmányra alapozva, ami megállapította, hogy az ízesített el-likvidekben ízesítés található. Így van. Hosszú, kemény kutatások után sikerült megállapítani, hogy az aromásított likvid aromát tartalmaz ez az összkonklúzió, amire lehet lukadni róla. De ha már az ízesítésnél tartunk, akkor, akkor, a másik komponensre is nyugodtan kitérhetünk, mert egy új zélandi doki, hogyha itt jól olvasom, a nikotin Igen. hosszú távú hatására ráfűzve elő kapart valahonnan lehet, hogy mikrofilmen volt rögzítve, vagy mit tudom is én, papírusz tekercsen, egy 1996-os tanulmányt, és, és, erre hivatkozott, ami itt a wpaboutit.com-on meg is jelent, és ugye már a címe is sokat mond, Does nicotine cause cancer? 96-ról beszélünk, tehát valamit mi is elő tudnánk húzni mondjuk az utóbbi 5-10 évből. Ezért, ezért, éppen mindig a maradék hajamat, amikor azt mondják, hogy nem tudunk róla eleget. Könyörgöm, 96-ban mit csináltak? Bezártak x patkányt, nem is tudom, írja a cikk, hogy hányat? Mindegy. Bezártak x patkányt a kis kalickába, napi 20 órán keresztül heti 5 napon át nyomták neki, nekik a glikolban oldott e, nikotin aeroszolt, azt lélegezték be a patkányok két éven keresztül. És e, olyan dózisban kapták, hogy egy dohányos szervezet e, vérplazmájában mérhető értéknek a dupláját tudták kimutatni a patkányokban. Tehát elég komolyan túl voltak adagolva. Ennek ellenére e, semmilyen... E, káros, tartós károsodást nem lehetett belőlük a patkányokban kimutatni, a halálozási arányuk se változott meg, illetve tumor kialakulására sem került sor, egyik kísérleti állatban sem, szóval nem tudunk róla eleget, ugye? Igen. Nem, nem tudunk róla eleget sajnos. De erről nekem meg mindig az jut eszembe, hogy akik azt mondják, hogy nem tudnak róla eleget, azok igazándiból a saját szegénységi bizonyítványukat állítják ki. Nem, igen. nem tud róla eleget, nem akar tudni róla. Ha pedig nem akar tudni róla eleget, mert lusta olvasni, vagy szegény nem tud, akkor, akkor meg ne töltsön be olyan posztot, ahol dönthet ilyen dolgokról. Akkor menjen el, elnézést kérek minden zöldséges segédtől, menjen el zöldséges segédnek, és akkor ott nem szembesül ilyen eszméletlen kihívásokkal, hogy el kéne olvasni a 10-15 tanulmányt és értelmezni azt. De lehet, hogyha elmondanád nekik, hogy a burgonyában, meg a paradicsomban, meg mindenféle növényben van nikotin, lehet, hogy az se többet. Nem, nem értem én ezt. Mindig jönnek ezzel, hogy lehet akkor te nem is szoktál le, mert nikotin és a nikotin és akkor előszedik a kis palettát, az A végén van a, a, nikotin öl, a B végén meg van a, a nikotin függőséget okoz, és hogy, hogy Könyörgöm. És, közte vannak, és közte, vannak, a kérdések, de hát ez károsabb, de ez rákkeltő, és tehát ezek így besarakoztatva, és így végigmész A pontból B pontba, föl tudod tenni a hülye kérdéseket, és a B pont végén pedig megválaszolod azokat a hülye válaszokkal. De nekem erről meg mindig az jut eszembe, majd ilyen eszembe jutós napomban úgy látom. Ott a a hangkártya Rajta. Lehet, nagyon, nagyon. <laughs> Egyébként baromi szép, majd csinálok róla egy fotót, egy csodálatos kis jószág, nagyon abszolút föl is, földobja itt a kis, kis szobát, hogy jönnek és támadják a nikotint jobbról balról és próbálnak mindenféle fogást találni rajta. És itt igazán semmi egyéből nincsen szó, mint hogy mi szabadidős célból nikotint fogyasztunk. Tettük mindezt a dohányzás melléktermékeként, amíg még dohányoztunk, majd aztán abbahagytuk a dohányzást, és fogyasztunk nikotint. Kinek ezzel mi baja van? Kinek ehhez mi köze van? ott van az a millió egy tanulmány, ami kimutatja, hogy a passzív épelés már, már pedig nem létezik, olyan szintű nikotin marad a levegőben, annyira uh, alacsony koncentrációjú, ami semmiféle uh, következménnyel nem jár biológiailag az emberi szervezetre. Tehát ez a mi magánügyünk. Tehát most jöjjenek már reggel be a lakásba, és verjék ki a kávéscsészét a kezemből. Tehát ez a nikotin, amit mi fogyasztunk, most, amilyen koncentrációban azt fogyasztjuk, szemernyivel nem károsabb, mint a reggeli kávéban lévő koffein. És, és mégis úgy csinálnak, mintha ez valami egészen elképesztően veszélyes, és fene tudja, milyen dolog lenne. Egy kérdésem lenne, van otthon a lakásban nálatok, ha mások nem a konyhában, ki is? kérdés, persze, hogy van. Ö, hallottatok már két több készúrásról elkövetett emberülésről, ilyen büntettekről? Be kell tiltani a késeket? Igen, ez, ez az egyik legelterjedtebb. Ö, ö, De én most erre rá is tudnék fűzni, még eszköz. a trafikokat is be kell tiltani, mert ott is gyilkolnak. Úgy van hát erről már nem is beszélve. Sőt, fűzzük tovább, igazándiból az összes boltot be kell tiltani, sőt, rendeljünk el kiárási tiralmat, mert hogyha mindenki otthon marad, akkor senki nem lesz másút, hogy embereket ölhessen. Tehát olyan szinten, ilyen, ilyen direktben meglódított, túlkapásos gondolati bakúkrásokkal jutnak el ezekhez a konklúziókig, hogy, hogy épesző ember föl se tudja mérni, hogy, hogy ez, ezt hogy, na most ebből ezt hogyan sikerült kikövetkeztetni. És nézd meg, mit csinálsz, fölszeheted a paradicsomodat, egy olyan eszköz használsz, amivel más embertől mégis megveheted. Az az igazság, én ebben a cikkben a legtöbbre értékelem az elején a nikotinnak a, a, a rajzát. A nikotin képlet. nikotin képlet, hogyha, a, hogyha ez a képlet, hogyha ezt én csináltam volna meg először, és mindenkitől csak egy centet kértem volna a tovább felhasználásért, milliómos lennék, apám. Nem kéne ürességekkel foglalkoznom. Szerintem ez public domain, mert hogy az nem jut a, a megfelelőbb idő, de hát ez a kémiai összetétele a nikotinnak. De én szépen megrajzolnám. Ja, hogy jó, oké. Okay. De ha már ott vagy, akkor rajzold végig az egész periódusos táblát, és védes le. Is, is, kétszer. Jaj! Csak azt akartam mondani, ezzel az egész szemmel messzire vezetnek ezek az eszmefuttatások, hogy hogy hülye érvekkel és illogikus gondolatmenettel igazándiból bármiről be lehet bizonyítani bármit. Be, -be bizonyítani nem, de bármiről lehet állítani bármit, nagyon meggyőzően. Gondolkodni kell. Lene. Uh -huh. Ami meg a szegénységi bizonyítványt illeti, az olyan nyilatkozók szájából, ugye, akik ezt a nem tudjuk, nem tudjuk, hogy mi a hosszú távú hatása, meg, meg nem tudunk róla eleget, amit említettél, ugye? Az a baj, hogy ezt a szegénységi bizonyítványt csak és kizárólag olyanokkal szemben, vagy olyanok számára állítják ki magukról, akik egyébként tudják, és kellően tájékozottak ahhoz, hogy feltűnjenek nekik, hogy ez azért nem úgy van. Nagyon nagy a sötétség odakint ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy nem tudom. Hát de, de na és akkor az a analógiájára fordítsuk a dolgot. Hétről hétre pofázunk itt több, mint egy órában. Uh -huh. És kihez jut el? A, a... Lackó Igen. Tehát akinek van megfelelő ö, intelligenciája ahhoz, hogy érdekli és meghallgatja, akit meg nem érdekel, az kurvára beszélhetünk itt bármilyen hülyességek helyreigazításáról úgyse fogja egy, meghallgatni, kettő, az se tudja, hogy van ilyen. Annyi. És most nem csak magunkra értem ezt, bármi olyan anyag, amit e, lefordítunk, e, publikálunk, gondolkozunk, órát ölünk bele, elveszünk a családból, annyi értelme van, hogy akit érdekel, az elolvassa, és még egy picivel okosabb lesz, ha eddig esetleg nem tudta. Aztán ennyi. Tehát ne ringassunk magunk <laughs> olyan tévképzetekbe, hogy, hogy bárki, oly, ha bár, ha bár az előző adásban beszéltünk az illatos útról. Igen, Nem akarom. Tehát Kína megvan, hallgat minket. Finnország, Anglia és a többi hallgat minket. Most már a hazai döntéshozók is hallgatnak minket. Ez erről zúgott tegnap, tegnap előtt. Ma a sajtó, most kijött még SMS-ben is, hogy amennyiben olyan értékeket produkál ott, a mérés, ami közvetlen veszélyt jelent, már aznap elkezdik a kárenyhítést és a, a munkálatokat is. Erre 1,1 milliárd van talán most elkülönítve. Tehát Hát talán nem kellett ovaszké? volna 20 évet várni ezzel. Uh -huh. Nekem az a véleményem. Csak olyan idióta dolog volt, reggel hallgattam, pont a rádióban, mikor mentem befele dolgozni, és mondják, hogy hogy de hát locsolják, hogy ha mert, hogy nehogy tűzveszélyes legyen, és mond, tud, tudod az a kérdés, amit, hogy de bazd meg locsolják, de baz meg beleáztatják a földbe, mondom, tegyétek már föl ezt a kérdést, gondolkozzatok már, és így ezt mondom, 5 perc a kocsiba, és na leesett nekik, és akkor, de hát ezzel belemos, na mondom, végre, végre leesett nektek. Ó, az meg, hazaira riózás, hadd szóljon. Igen. Úgyhogy, ja, alakul minden szinten valaki alakítja. De ne, ne gondold azt, Charlie, egyébként, hogy hiába való, amit csinálunk, mert én meg ezt úgy szoktam inkább felfogni, vagy olyan oldalról közelítem meg, hogy a, 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 az ostobaság végtelen óceánján egy apró kis deregjéje vagyunk a, az utolsó vékonyka józan hangnak és a, a, a szabadságnak, Úgyhogy Mondhatjuk azt, hogy mi, so... vagyunk, mi vagyunk, a, a vaperek kontikie? <laughs> Jó hangzik, de szerintem igen. Mi és azok, akik akik hallgatják a podcastet, Janítom. gyanítom. Szégyen, nem szégyen, én nem tudom, mi az a Kontiki. Hát, Vikiz, már kilét szíves. Nem mondod. Tényleg nem tudom. Hát ez zseniális. Nem, mert nem kell. Kontiki, kontiki volt az a hajó. Ö, ja, most most, most nem la, jött, lassan nem mondom nem a, a nevét. Hajó. Ontiki Expedíció. Heyerdahl, a Tor azt ismered. Tor, tor Heyerdahl megvan. Igen, igen. Norvég néprajzkutató volt. jó, <laughs> most így átüsszeteni fogok. Ő építette 1947-es expedíciója során, és bizonyította, hogy a történelem előtti időkben primitív eszközökkel is lehetséges volt átkelni a a csendes óceánon. Ja, hogy hogy kerültek a, a vikingek Amerikába? Hát ő, arról folytatott elméleti vitát, hogy hülye. Hogy Polinéziát lehetséges volt a ja, Dél-Amerika felől így. elérni. Aha. Most nézem, igen. igen. Na, hát most már ezt is tudom, köszönöm szépen. Úgy van, és ez egy tutaj, nem is hajó. Igen, igen. igen. szentem fel a hajónál minden, ami a vízen van, és nem süllyed el, az hajó. A jéghegy is hajó. <laughs> Oké. <Okay. gül> Ebből volt egyébként egy Oscar díjas film is, könyvadaptáció is, úgyhogy uh, zseniális dolog ez a Wikipédia. Mindenre uh, rájössz. Rájössz, hogy uh, hogy hát, jó, majd a vikingeket el ne felejtsük, mert megindulva volt. Uh, az évad záró. <laughs> Kemény volt mi, már előre kuncsak. Fú, én úgy leizzadtam. Hát mondom, nem igaz. Ez, ez nem lehet izé, nem lehet olyan, mint a mi az Isten a trónok harca, hogy egy főszereplő meghal, csak úgy. Na mindegy, majd annak az idején elmondjuk. Mm, mi legyen a következő? Most ott van egy nagy üres vagyunk. Az, a, az az online uh, library van uh, linkelve, és szerintem az még mindig a az előző tanulmányhoz kapcsolódóan. Ja, ja, ja. Akkor jöjjön a hol voltál, báránykám. Az ki volt? Én, én követtem el. Ez a VapenStupidon posztolt blogbejegyzés volt, ami a, a, arról értekezik, hogy ül-ül-ül-ül emberünk a Twitter előtt, és a, a, napokban lát öreg ö, és aktív vaperektől olyan bejegyzéseket, hogy fel vannak háborodva és meg vannak döbbenve, hogy mi ez a TPD dolog itt, hát mi zajlik itt, úristen, ez, ez kitalált aki, hogy lehetséges ez, és teljesen kiakadt szegénykém ezen, ugyanaz, mint amit én is szoktam mondani, hogy, hogy, hol értetek az elmúlt két évben, mi ez a, le? Te azért nézted a, nem a Big Bang volt, mi volt ennek az amerikai megfelelője? sorozat, vagy angol bocsánat, a, Aminak? a, a Big Bangnek volt egy ugyanilyen két IT is, meg egy nő volt a főnökük. Jó, az IT crowd. IT igen. crowd, na abban volt. Are you from the past? <laughs> ja, igen. <laughs> igen, igen, igen. És itt, itt fejtegeti a barátunk, hogy ne, ne, nem tegnap óta üvöltünk mindenhol, nem, és most az ő szavait idézem, nem az enyémet, de szinte szóról szóra ezt szoktam mondani én is. De figyeld meg, hogy ennek lesz még egy nagy hulláma, amikor bevezetik. Az, 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 igen. Az keménység lesz, azt hidd el. Előtte még talán egy, egy pici ilyen kis, tudod, mikor a cunami előtt így elkezd hirtelen apadni a víz. Na, az lesz az, mikor, mikor mindenki elkezd készletezni, és aztán jön a hirtelen nagy meglepetés, hogy az meg jön a vízfal, az lesz az a pillanat, amikor nem lehet kap nem tudok rendelni. Mi van? Honnan? Jézusom, fiúk, és mondod neki, hogy TPD? What the fuck? És akkor belinkeled neki mondjuk ezt a, ezt az adást, vagy az ezelőtti adást, és így, hát fiú, már erről beszéltünk egy éve. Uh -huh. Ó, hát én ezt nem tudtam. Most mit csináljak? Honnan szerzek nikotint? Honnan szerzek készüléket? Ja spájzoljatok. Szóval érthetetlen egyébként, nagyjából arra lukat ki a cikk írója is, hogy érthetetlen és felfoghatatlan, hogy azok, akik úszkve fél évnél régebb a elektromos cigarettáznak, hogy az Istenbe sikerült nekik elkerülniük az információ özönt, ami az elmúlt két évben ez ügyben jön minden egyes fórumon, és fórum alatt most nem a fekete fórumot, hanem úgy globalicea a fórumot értem, hogy így teljesen elképzelhetetlen, hogy ez honnan jön. Figyelj Tényel már, Black Ez a sírás mi lesz itt. Ó. Hmm? Black Conch, figyelj már, Angliában is ilyen tájékozatlanok? Eléggé, tehát igen. tudják, Öm. hogy mi várható, vagy... Ö, vannak olyan csoportok, ahol ahol úgy nagyjából az emberek tisztában vannak vele. Itt mondjuk azért tenni, jóval többen vépelnek, jóval több bolt van, itt lehet nikotinos lötyöt kapni, tehát itt kicsit jobban terjed. De az F nél elég jó látható volt, hogy ahhoz képest, hogy itt két millió ö, angol és társai szívja az elektromos cigarettát, azért annyira nem. Mennyi, hány írás tudtak ezek betolni, összesen az valami. 183 60. ezer. Ja, vagy az angolok? Az angolok valami 60 ezer körül, igen, vagy 45 igen, ezer körül, volt. valami ilyesmi. Tehát azért az elképesztően alacsony szám. És uh, ahány bótról tudok, vagy ahány nyal, uh, valamilyen szinten kapcsolatban voltam, ott volt dodobox, volt kirakva uh, ragasz, hogy van FV, tessék aláírni, ott voltak a kis aláírás gyűjtőívek, volt kis információs kártya, mit tudom én, tehát azért volt ez promózva, csak egyszerűen ezek ennyire bambák. Nem, én is arra lukadtam ki egyébként, hogy, hogy, hogy valószínűleg az emberek egyáltalán nem érezték át ennek a komolyságát, meg, meg nem gondoltak bele, hogy, hogy ez Igen. milyen jövőképet fest. Ne, ne nem szóval jól meg. Ha megadóztatják, hogy jó lesz az úgy, majd, majd, az lesz intézve, az kész gondolták ők. Majd valahonnan veszek, akkor más honnan veszek, de meg lehet azt okosba oldani. Igen, amit Facebookon szokott a divatos. Igen, ezt... majd megrendelem Kínában. Nagy pofára sés lesz. Ezért ugrok, ezért, ugrok, az ilyenre mindig, hogy de, de, ez, de ez, 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 ez nem ilyen egyszerű. El fogják vágni előbb-utóbb minden szállat, ahonnan öm, öm, tudunk magunknak hardvert, vagy folyadékot, vagy akármit rendelni, és akkor aztán kurvára megveszünk lőve. Na ezt Annyi tudod, éne, én? hogy Magyar? Bocsánat, hogy közben közbe szóltam. Amiről ma beszélgettünk. Mit rendeltem a fasztekről? Captain szalagot. 7 dollár, szalagot. 5 dollár 78-ér Captain szalagot. És mit látok? Ott ül a vámon. 28-a óta, jó, hogy három napja, tök mindegy, ott ül a vámon. Biztos, Igen. ami biztos, nézzük meg, ismerkedjünk kicsit ezekkel a csomagokkal. Hogy néz ki, mi kiszti? lehet benne? Hát ez egy nagy tekercs, szó, hogyha város megnézi. Azon kívül, hogy, hogy ez hőálló, vagy akármi, azt ő nem tudja. Persze, nem csak, csak tudod, ő szerintem így greppelnek a fasztekre. Uh -huh. Mostanság, aztán... Igen, igen. Aztán majd majd lesz ez még rosszabb is, mikor majd valaki megpróbálja a... a mikor majd valaki olyan levelet fog kapni, tudjátok, hogy önnek külföldi csomagja érkezett, kérjük nyilatkozzon, a folyadék tartalmaz-e nikotint? És majd azt fogja mondani, hogy jó, de hogy nem tartalmaz, ez úgyse jönnek rá. És majd a bevizsgálás után azt mondja, hogy egy, valótlant állított, kettő, nem adjuk oda. De a valótlan állításért még mindig ö, egy peres ügy elébe fog nézni akkor. Hát azért van. hátrább az agarakkal az nem... Azt, igen? Ja, csak Én ennyi, tudom, plusz 50 ezer forint bírsága, alsó hangom. Na, úgyhogy, úgyhogy ez nem, nem, nem így fog működni, hogy majd okosba megrendelem kintről máshonnan. Három embert ismerek személyesen, aki most eljárás alatt van, pontosan emiatt, mert azt mondta, hogy nem tartalmaz Nikotint. Úgyhogy az okoskodók, ügyeskedők figyelmébe ajánlom azt, ami most elhangzott. Köszönöm, szolgálati közleményünket hallották. <laughs> Az a szép egyébként ebből, hogy ezt annyira szépen meg lehetett volna előzni két évvel ezelőtt, meg még tavaly is, hogyha az a 10 millió európai ECI is aláírja az efit az akkor durant volna, mint még. Egy millió, az... nem? Egy millió kellett volna. Egy millió kellett volna, de hogy 10 ja, de millió, tíz millió európai papár éppen... van. Ja. Igen, igen, és mondjuk csak 6 millió írta volna, az nagyjából EPK uh, történelmet írt volna. És akkor. Viszonylag lazán lehetett volna valamit kezdeni. Itt, mire mindenki, mire tényleg észbe kapnak, és amikor 2016-17 tájékán fölhördül majd az a 10 millió gőzlér Európában, Úristen, mi történt itt tegnapról mára, a Ö... akkor már rohatul nehéz lesz. Figyelj már, jó. Ö... És kücig. hát az a 10 millió, ez egy egy évvel ezelőtti számazóta, ki tudja hányan vagyunk már. Figyelek. Ö... Igen, Ö... ez egy a szokásos jó zsarú, rossz zsarú felállás lesz. Meg fogom tőled kérdezni azt, ami egyre többször látható a Facebookon. Ööö, mit lehet tenni, mielőtt bevezetik ezt a törvényt? Ezt valahol meg kéne támadni. De kár, hogy ez még senkinek nem jutott eszébe. <síl> 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 ez az egyik. A másik pedig, hogy ez egy... Direktíva, ami amiben van egy dátum, és ez nem úgy néz ki, hogy majd jövő május 20-ig még rágjuk meg, és, és majd még faragjunk rajta, hanem ez az, ami jövő május 20-tól betartandó és kötelező érvényű. Tehát az, hogy... Ezt, ezt meg is tudom magyarázni, hogy mi van ezekkel a május 20-akkal, meg 2016-tal. Nagyon egyszerű, a miniszterek tanácsa 2014. május 20-án írta alá a végleges verzióját ennek, azt a verzióját a direktívának, ami, amire vállalják, hogy ezt fogják honosítani kettő éven belül. És ezért jön a 2016. május 20-a. Tehát itt, 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 nincs rugalmasság, nincs uh, tilitolizás, itt az van, ami le van igen. Tehát most már, hogy szép magyarosan fejezem ki magam, most már csak a fingot reszeljük, hogy... Na, hogy? Tehát ez a... Ez a brace yourselves, tehát erősítsük meg magunkat, és, és készüljünk arra, hogy mi lesz. Tehát nem azt mondjuk, hogy, hogy, hogy mit lehet majd utána, honnan lehet, hanem, hanem azt próbáljuk majd kivesézni az elkövetkezendő adásokban, hogy... Hogyan tovább részünkről? És ahogyan hogyan tovább, az nem az lesz, hogy kihez is mit kell benyújtani, hanem milyen, milyen legális megoldások lehetnek számunkra. Én egy kicsit árnyalnám egyébként ezt a dolgot. Tehát van némi játéktér a direktívában, de kizárólag azért, mert annyira elfuseráltan tágan, ködösen fogalmaztak nagyon sok pontban. Igen, de hogy tudod, is miért? lehet érteni. Na úgy ez is az, lehet. ezt akartam mondani, hogy itt csak az így is, úgy is, tehát ez a, ez a, úgy értem, ahogy akarom mondatok vannak benne, de hidd el, én úgy gondolom, hogyha, hogyha kérdéses, problémás eset lesz, akkor ott majd ki fog alakulni a szokásjog, és nem biztos, hogy nem az lesz. Jaj, persze, persze, igen, úgy, gond, úgy gondoltam, ahogy azt te, te gondoltad, Na, ez nem így lesz szerintem. Én, én, én dédelgetek most egy frissen megfogalmazódott stratégiát még a fejemben, hogy hogyan lehet ezt nagyon megtámadni, de illúziója senkinek ne legyen, tehát még azok a pontja is a direktívának, ahol van némi játéktér, ott nagyjából a rossz és a még rosszabb között van az intervallum, a, ahova ez, ez, ez kilukadhat. És az explicit egyértelmű számszerűsített dolgok a direktívában, mint a 10 ml, 20 mg, stb. stb. 2 ml-es kazán, ott meg abszolút félreérthetetlen a dolog, ott ez van pont, ki van mondva. Nincs ilyen, hogy akkor legyen két és fél, hát ha nálunk három lesz, nem, kettő, pont. Hát így. Ja, keresem már a jó kis nanókitteket a GT-hez. <laughs> Igen, tényleg, és akkor így fogják már árulni majd a, smokerstor úgy fogja kirakni, hogy a dobozon rajta lesz, hogy, hogy TPD Certified Size. <laughs> és akkor megveheted uh, illegálban az 5 millist, és, megveheted legálban a shopból a 2 millist. igazából úgy lesz, hogy ezek kettő millisek, de úgy van metve a menet, hogy hármat összetekerhetsz. <laughs> <laughs> Na, várjál, az van, hogy benne van a szövegben, hogy nem lehet őket módosítani, meg nem lehet őket mókolni. Várjál, szerintem a módosítás az, mikor nekiállok én a vizével menetfúróval. Igen. Igen, felreszeled, mint Andor Saliszer. Nem, nem, nem. Igen, felfúrtam, de nem. Hogyha olyan kompatibilis lenne a GT, mint mondjuk a, a Congestious, hogy, hogy két módból tudsz csinálni, hát láttad azt az idiótát? Igen. Fölraktam, hát abba szerintem 5 darab 26-650-es volt, és az nem csinált semmit, csak szétszedett hármat, és összerakott belőle egyet. Na, meg lehet ezt oldani, fiúk. Egy hetes üzemidő hadd szóljon, és rárakott a tetejére egy magmát. <laughs> Ez mindennek a csúcsa volt. <kül> Na, úgyhogy, úgyhogy ennyit erről menjünk tovább. Nem. Egy... Nagyon érdekes, folyamatosan äh, agyalunk azon, meg folyamatosan fölmerül a kérdés, hogy is kinek áll az érdekében, hogy hogy, hogy, hogy megpróbálják lehet, níteni az elektromos cigarettát. Bocsánat, és... bocsánat, emlékezzünk meg erről a pillanatról. Itt van előttem a kontroll, és olyan hangerővel beszélsz, hogy a sárgába beleversz. Nem már, beleverek a sárgába. De <laughs> most is, most is. Zsír. Zsír. Közelebb a fel a mikrofonhoz. Nagyon érdekes, milyen hangos, meg sose voltam. Szóval valamit már sokszor kiveséztünk, meg adja magát, tehát hogy a, 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 a puritán döntéshozók, akikről az előbb is beszéltünk, hogy hogyan, akkor aztán ott vannak a, a, a lobbisták, a dohányos gyógyszercégek képviselői, stb. stb. De ez a kis cikkecske egy nagyon érdekes ö, ö, aspektusát villantja meg ennek az egésznek. Amivel legalábbis nekem eddig ez még eszembe sem jutott, mint, mint esetőség, Hogy a állami szinten miért is ágálnak annyira az elektromos cigaretta ellen. És ugye ott fölmerül általában az, hogy mert akkor halljanak meg az emberek, jó hamar ne nyugdíjat fizetni, ne kelljen a TB-ből pénzt áldozni rájuk, viszont adóztassuk meg a, a, a dolgaikat rettentő módon. Tehát ezek a szokásos holmik. És oda lapozok gyorsan, mert közben elmentem egy másik tabra. Addig mondom, hogy hát ezt rá Jó. tudnánk húzni az elcigire nekik. Hát ők mondják, hogy ez milyen káros és veszélyes. Hát gyakorlatilag akkor csak jót tennénk vele, hisz ugyanúgy meghal az ember tőle, és nem kell tébét fizetni utána. Persze, de ezt nem mondják ki soha. Tehát ezt itt nem mondják ki soha, és mivel tudják, hogy hazudnak, ezért nem ebbe az irányba mennek. Erző? Na, de amit ez a cikk taglal, ez itt az, és na, megint nem találom, basszus. Ja, mert a kék halál miatt el mert játszod itt az expertet 40 tabbal. Ja, na, akkor megpróbálom össze. Fejből. Foglalni fejből a dolgot. Ez arról szól, hogy a, a 90-es évek végén volt egy ilyen nagy váltás Amerikában, amikor arra hivatkozva, hogy a, a kormányzatnak mekkora a, terheket jelent a, a, a dohányzásba belebetegedett embereknek a kezelése, és hogy ez micsoda dollármilliárdok úsznak ki a kasszából, akkor a, a, a dohánycégekre ráverték, hogy fizessenek be nem tudom mennyi-rengeteg. Tényleg nem találom, bassz, Itt van nem. a szám, mindjárt megvan. Köszi. Eh, Csak mondjad tovább nyugodtan. Hogy eh, fizessenek akkor be a, a, az államkasszába egy nagyobb összeget, és akkor ez mint kvázi a bűnbocsánati cédulák a középkorban. 206 Viszont, milliárd. 206 milliárd, köszönjük neki. Én nem tudok kiigazodni ezek között a kis fekete bizbeszok között, amik a betűk. Amit úgy hívnak, hogy betűk, igen. Igen. <síns> <síns> lényeg a lényeg, hogy nem is ez a lényeg ebben, hanem ebben az a lényeg, hogy néhány állam, a saját kis pénzét, ugye befekteti bizonyos részét a, 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 pénzének az állam is, és fogták magukat, és ö, dohányipari kötvényekbe fektették a pénzüket. És innentől kezdve ezeknek az állami intézményeknek, illetve ezeknek az államoknak igenis érdeke, hogy szárnyaljon bármennyire ágálnak a, a, dohányipar ellen, amikor éppen mikrofon és kamera elé kell kiállni. Igazából, amikor hazamennek és megnézik a kis számokat a papíron, akkor azért szurkolnak, hogy menjen jól a Philip Morrisnak, menjen Jól a bat, mert részvény, tulajdonosként nekik az a jó, hogyha minél jobban megy a szekéri. És ez egy olyan fajta visszásság, hogy ö, tényleg nekem eddig ez így eszembe sem juthat. És szoktunk arról beszélgetni, illetve hát szokott szóba kerülni, hogy aki döntéshozói helyzetben van ö, ilyen típusú dolgokban, hogy mi legyen az elektromos cigaretta sorsa, stb., vagy tanulmányokat készít, vagy ajánlásokat készít, az fedje föl, hogy ö, milyen függőségi viszonyban van dohánycégekkel kapcsolatban, gyógyszercégekkel kapcsolatban. Tehát tényleg, hogyha valaki, egy orvos jön és azt mondja, hogy a legújabb tanulmánya szerint már pedig az elektromos cigaretta este fölkel és elmegy megölni a szomszédodat, és ő ezt próbálja bizonyítani, és közben kiderül róla, hogy a Pfizer fizeti, tehát a Pfizer emlőjén él tíz éve, nagyjából, akkor azért el kell gondolkozni rajta, hogy vajon milyen érdekek húzódhatnak meg a háttérben, hogy ő ilyeneket mond. És ez, ez, amit ez a cikk taglal, ilyen sosem szokott fölmerülni. Tehát senki nem kérdezi meg, hogy igen, köszönjük, akkor mondjuk a, a, a magyar államnak, vagy a holland államnak mégis mennyi összege van befektetve gyógyszeripari és ö, dohányipari részvényekben. Mert ez még egészen szépen tovább tudja árulni a képet, hogy kinek milyen érdekei vannak a, a, az egész mentén. Ö, hadd fűzzek rá annyit, hogy volt egy ilyen... Ö... Fúha, hogy szokták az ilyet hívni, amikor van egy videó, és csak szöveg van, meg animáció? Mindegy. És film. Valami, Roig nem, nem, van ennek valami neve, de majd... Ez jó, hogy Trojz film. Mindegy. Az a lényeg, hogy volt egy ilyen Youtube-on megjelentetett The Truth About Vaping című kis rövid filmecske. Első rész, így, így apostrofálták, első rész, miért gyűlölnek minket? És ebben volt ez nagyon szépen elmagyarázva, hogy a 46 amerikai állam között, illetve a dohányipar között született egy megállapodás, az MSA, az a Master Settlement Agreement, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ugye a dohányzás miatt az államoknak bevételkiesést okoz a polgárok korai halála. A dohányiparnak pedig baromi nagy kiesést okoz az, hogyha az adott államok bíróságai egy perben, ahol a dohányi part perelik be egy ilyen hasonló egészségkárosodás miatt, vagy haláleset miatt, szóval nekik meg az okoz nagy kiesést, hogyha csúnya nagy kártérítést kell ugye, kifizetni a felperes részére. Na most ez az msa ez arról szól, hogy ezek a Dohány cégek szépen adnak egy kis pénzt az államnak, az állam pedig megpróbál perenkívül megegyezni, ami ugye jóval kisebb kártérítést jelent, vagy elejti a vádat a dohányipar ellen. De gyönyörű. Hogy? Gyönyörű. Ugye? És az történt, főleg ugye ez a kaliforniai eset kapcsán jött elő, ahol ugye a stillblowingsmoke.org nevű oldalt üzemelteti a kaliforniai egészségügyi minisztérium, vagy hivatal, vagy akármi, ahol az elektromos cigaretta ellen folyik egy nagyon-nagyon kemény uszítás. A szokásos jelszavakkal a fiatalok be lesznek hálózva, ugyanolyan káros, mint a hagyományos dohányzás, és a többi, és a többi. A szokásos marhaságok, és erre próbál rávilágítani ez a kis videó, hogy itt tulajdonképpen az van, vagy az történt, hogy megkötődött ez a, kis, ez a kis együttműködés ezek között a felek között, és az államok előbb elköltötték a pénzt, mint hogy az megérkezett volna hozzájuk. Igen, voltak. Igen. Ugyanis számítottak erre a pénzre. Így az állam kötvényeik, mivel el lett költve a pénz, de nem jött be pénz ö, elegendő, mivel a dohányipar részesedést azt úgy fizeti ö, nekik, hogy az eladások után. Na de az eladások csökkentek az elektromos cigarat a, ö, használat miatt, ezért ö, nyilván nem volt annyi lóvé. Így, hogy elkerüljék a csőd helyzetet, így ö, el kellett adni a kötvényeiket itt, ott, hogy ö, ne legyen különösebb likviditási problémájuk. És most azért, hogy... Ö, megpróbálják magukat bevédeni, illetve ezt a bevételforrást megtartani, A. be akarják sorolni az e cigarettát ebbe az ms ba és csak a dohánygyárak által forgalmazottra mondanák rá az áment, B. megpróbálják befeketíteni az elektromos cigarettát, ha mennyire lehet. Nem tudom, hogy, azt hiszem a Sónocban nincs benne ez a link, de előkaparom, még a fordítása is megvan, mert ezt már posztoltam, azt hiszem, vagy a kommandóba, vagy valahol, mindegy. Az a lényeg, hogy ez nagyon-nagyon szépen elmagyarázza, hogy ez ott kint, az Egyesült Államokban hogy alakul. Nem tudom, hogy itthon mi a helyzet, de van egy olyan gyanúm, hogy mivel a, a trafikok eh, kormány közeli kézben vannak, és mivel az egészségügyi minisztérium is kormány eh, hatása, vagy eh, tessék, elakadnak a szavak, szóval Femgy a gyereket. kormány befolyása alatt áll, így nyilvánvaló módon itt is lesz valami hasonló összefüggés, hanem is pontosan ilyen. végeztem. -förtelmes az az egész. Igen. És ez, 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 az alakoskodós kétszínű holmi, hogy tényleg jóformán ugyanazok az emberek kimennek és szónokolnak arról, hogy nem akarják a nikotinfüggők új generációját látni, és az elektromos cigaretta rossz, és egyébként a dohányzás is rossz, és mindenki hagyja abba. Aztán az órájukra néznek, hogy hú-hú-hú, nekem délután négykor megbeszélni van a dohányipari képviselőkkel, és akkor szalad, megigazítja a nyakkendőjét, és készfogás, és na akkor beszéljünk arról, hogy hogyan is csináljuk ezeket a dolgokat. És közben mi itt vagyunk, keményen gőzölő kis emberek, és csak kamilázunk kifelé a fejünkből, hogy milyen emberek, hogyan és mit döntenek a fejünk fölött. És így szemmel láthatólag a logika minden, a logika legalapvetőbb feltételeit is, nem, most nekem se so jönnek össze a szavak, neki elkaptam tőled, tehát a, a logika legapróbb szikráit is nélkülöző érvelések és, 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 és döntések születnek, és akkor az ember csodálkozik, hogy miért, hát ilyen dolgok miatt, igen, am amikor jön valami és így nagyon messziről bűzlik, hogy az meg ez valami nem stimmel, akkor meg kell egy kicsit kapargatni, és aztán kibukik ott a szar általában. Hadd kérdezek bele, mert közben én itt <coughs> oknyomozás... Közben te elaludtál. Igen, a, a hangerőd ébresztett voltam. Melyik pontot szürkíthetem ki? Hogy tudjam én is, hogy hol járunk? Fontos kérdés. A... Egy volt, amit visszafeketítettem, mert azt kihagytuk. A tanulmány? Azt, igen, mert nem volt az elején a... Nem volt az elején semmilyen megjegyzés. Jó, de e -e -e. akkor a hetes az letudva? Hetes az letudva, igen. Hetes le van tudva, igen. Zsír. Akkor vezesd elő a spontánul. Olyan spontánul? Igen. Nincs valami tanulmányod, Blacky? Ó, most, hogy mondod? <laughs> éppensége van. Um, ez a tanulmány, amit ide belinkeltem, ez az Addiction nevű szakmai folyóiratban jelent meg, és egy amerikai. Um, felmérésről van szó, ami megpróbál összefüggést találni a különböző készüléktípusok, a különböző ízesítések, a felhasználói szokások és a leszokás sikeressége között. Nem akarom nagyon húzni, ne menjen az adásidő kárára, bár lehet, hogy most a Lackó Attila emlegeti édesanyámat és csuklik. Összefoglalom röviden, az a dolog lényege, hogy 181 ö, embert ö, kérdeztek meg, vagy ö, 181 önkéntes mondta azt, hogy szívesen ad válaszokat. 215 ö, elektromos a szaküzletben ö, folytatták ezeket a kérdezgetéseket. Ö, a legtöbb vevő ö, 86 ö, úgy ment oda az elektromos cigarettaboltba, hogy a leszokás szándékával, hogy egy egészségesebb, legalábbis az motiválta őket, hogy egy egészségesebb életet tudjanak élni. ezeknek az embereknek a 89%-a használ újabb generációs készülékeket, és 72%-uk használ olyan ízeket, ami nem dohány és nem mentol. Tehát ez az alaptól eltérő, tehát olyan, ami a gyerekek számára is vonzó lehet. Nyilván, mert a felnőttek csak a, az irodabútor illatára gerjednek, illetve. Igen, na mindegy. Szóval, 72%-uk 20 mg alatt e, fogyaszt, tehát ez a, az ő nikotin szintjük nagyjából. E, lemérték a kilélegzett e, szénmonoxid e, szintjüket is. 66%-uknál. E, kimutatható, hogy nem, a nem dohányosokra jellemző szénmonoxid szint a tüdeikből kilégzett ö, levegőben. Ö, azok az emberek, akik régebb óta vépelnek, azok... Ö, hol van ez az arány? Valahol megvan. 91%-uk tudta, 91,4%-uk tudta mindenféle probléma nélkül felvenni a dohányzás után az elektromos cigarettát és uh, itt van az is, hogy a komolyabb készülékeket használóknak a 95%-a tudta, uh, főleg úgy, hogy uh, régebb óta használta, letenni teljesen. Illetve meg van említve az is, hogy a régebb óta használók nagyobb arányban, uh, a elektromos használók nagyobb arányban fogyasztanak desszert, illetve gyümölcsízű folyadékokat. Tehát csak azért, mert, uh, mert a gyerekek számára vonzóak, ezek az ízesítések, vagy azok lehetnek, nem feltétlen indokolt azt betétani. És nagyjából ennyi lett volna gyorsan, röviden összefoglalva szürkidhez Charlie Melting tovább vikingezni. Valaki tudja végre, mi a, mi a rend. De ö, van itt még érdekes, van itt egy azok kedvéért, akiknek az olvasás is fáj, címszóval berakta valaki. Igen, a, az én de megint csak. Sima cigi, VS cigi. A kék sarokban, elektromos cigaretta, a pirosban, cigaretta. Van itt egy videó, ha jól látom. Igen, Igen. Ez, a, ez a különbség a vépelés és a cigaretta használat. így között is elindítottam a fülemben a videót. Ez megint valami, valami géppel valami átszívják, és és aztán elemzik, ő, ez kemény ez a sluk Hát, szóval van gyorsítva. Tehát aki fogalmazunk szépen, és nem az, hogy aki lusta olvasni, hanem aki vizuálisabb típus, az nézze meg ezt a, a videót a Facebookon, és vonja le a konzekvenciákat. És egy, egy ilyen lányos szökelléssel, másik témába ugrom bele. Blacky volt annyira cool fej, hogy Amanda Planketnek készült egy, egy kis, egy kis rövid filmje, kis filmje, 10-20 perc az egész, és a vaperek helyzet, nem is a helyzet, a vapereket mutatja be, illetve magát ezt az elektromos cigarettázást, cigarettát mutatja be egy, videó keretén belül Blacky időmilliómos és me megcsinálta a magyar fordítását, ezt pedig én föltettem mementóként a weboldalra a, majdnem azt mondom, hogy a köztörvényes bűnözők közé a, mi a túró? a, köz a közösségi videók, közösségi. Közösségi videók közé kával kezdődik, nem tök mindegy a közösségi videók közé, úgyhogy arra buzdítanék mindenkit aki nem bírja az angolt, ott a felirat be lehet kapcsolni, meg lehet nézni, lehet a kételkedők között terjeszteni teljes lelki nyugalommal. Nagyon jó kis, könnyen emészthető, azt hiszem 21-2 perces videó. Még annyi sincs, 12-3 valami. valami. Bocsánat, akkor félre 12 perces videó, tehát ö, nem gondolnám, hogy akár csak ö, ebédszünetben ne lehetne megnézni. Én is így tettem volna, hogyha lehetne a munkahelyen, de munkahelyen nem foglalkozunk ilyenekkel. Szóval ennyi. Osztani, 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 hat ezerrel. Ezt megmondta Black is, hat ezerrel. Igen, annyira jól összefoglal mindent, és olyan személyek vannak benne megszólaltatva, hogy úgy gondolom, hogy a kételkedők számára mindenképpen gondolatébresztő lesz. lehet. Igen. Igen. A másik, nem is nagy kérdés, csak ez olyan, ez olyan érdekes volt ez a, ez a kép, ami felütötte ma a, a, a vamper kommandóba magát. Berakta valaki egy akkor még ismeretlen sztorit, egy iStick 50-es készülék, egy valaha jobbkort megért szőnyegpadlón, a szőnyegpadló az 3D-s motívummal megégve, az nem tudom, hogy a kanapé alatt cigicsikket látok. Vagy Az én... egy cigarettacsik, igen. Gyönyörű. gyönyörű. a Reddit bejegyzést, ahonnan ez származott, és a srác csak azzal tudott védekezni, hogy az egy cigicsik, de nem az övé. Na mindegy. A, a lényeg az itt elkezdték ö, okfejteni, hogy, hogy mitől van, vagy, vagy hogy van. Uh -huh. ö, és arra, arra jutottak a végén, végül is, ugye a, a Redditen legalábbis ezt írják, hogy nem, nem használat közben pukkant el, hanem töltés. maga a töltés ö, volt az, ami a nem megfelelő eszközzel és nem megfelelő módon történt most ezzel az a problémám, hogy ebben a jószágban van töltésvezérlő IC, és egy elég jóféle, nagyon gyakran alkalmazott DW. Eh, 01P típusú, vagy DW10, most így hirtelen fejben nem emlékszem, az adatlapját megnéztem, teljesen rendben van a cucc. Em, én tettem ott egy olyan kijelentést, hogy ide vezet a vad háború vagy ez annak a, Következménye. A konzekvenciája, igen, nem konkrétan ez az eset, most így utólag már azt kell mondjam, hogy nem konkrétan ez az eset, de egyébként igen, mert egyre több energiát akarunk egyre kisebb testbe belepléselni, és egyre inkább azt akarjuk, hogy már pedig tudjon az a készülék 150 wattot, és az bizony veszélyel jár. Hát ilyen alacsony teljesítményen tényleg veszélyes, ugyanis én ma kaptam egy, bocsánat, hogy közbevágok mindig a témádba, ma kaptam Látam. egy levelet. Sheritől? Nem Sheri volt. A Zafirtól, igen. Vagy Zephyr, vagy Sapphire tököm, tudja, nem is érdekli. 200 watt temperature control. 0,04 tizedó, bocsánat, századómtól. Wow, fuck yeah! 5 wattól 200 wattig. Gyermekeim az úrban, ez kell nekünk. Ö, itt most egy ilyen szarkazmus táblát lóbáltam a fejem fölött. Igen, én, én hallottam. Kár, hogy így a rádiós jellegben vagy a rádiós közegben nem működik a látványos geg, de igen, egyébként. ja. Szarkazmusnak teljesen jó volt. Ö, szóval van ebben az IST-50-ben töltésszabályozó szabályozó IC, az tény, csak hogy ez meg is tud hibásodni, mint ahogy bármi. Ö, mondták, hogy de hát a 30-asok nem égnek le, de hát a 20-asok nem égnek le, az 50-es meg leég. Igen, mert most kettő vagy három leéget valahol. Azt tudni kell, hogy az iStick 50 egy olyan készülék, amiből egy csomó van. Rengeteget adtak el, a gyártó alig bírja tartani a lépést. Igen, előfordulhat főleg, hogy ilyen kapkodós tempóban készülnek, hogy lesz belőlük egy-két hibás példány, erre van a garancia. Ami egyébként a töltésnél felmerülő problémát illeti, tukd be a töltőbe, ha nem kezd el melegedni, egy-két perc után nyugodtan odhagyhatod, mert akkor valószínűleg nem is fog. Itt az történhetett, hogy a töltés szabályzó IC leégett, vagy átégett, és az 5 voltot megkapta az akkumulátor, amitől valószínűleg elpukkant. Azt tegyük hozzá zárójelbe, hogy Csiriklacinak így égett le a hanaklónja, és ugye mivel az csavaros volt, nem mágneses, meg anyám kínyás, ő nem tudta szétszedni. És hát nekik... Az ice 50 se lehet szétszedni. Persze, csak mondom Laci. azoknak, akik, akik ugye nézegetik ezt a, ezt a mindenféle boxmod játékost, hogy uh -huh. hogy neki úgy éget le. És tehát jó, ha az ember egyébként, ez olyan, mint a, mint a vezetéstechnikai centrumok, mindig előtte gondolja végig, hogy mi történik, ha baj van, mit fogok csinálni. Mert azt hiszem Laci volt az pont egyébként, aki ilyetében az égő boxmodot bedobta a bedobta a mosdóba, Forró, egy, mosdóba, vízbe. Hát, hogy elvoltódjon a tűz, de hát ott azért aksi is van. Na. Tehát ez, én azt mondom, hogy jó ezekre a, ezekre a szenáriókra felkészülni, hogy mit csinálok, ha baj van, vagy baj történik. Én azt javaslom mindenkinek, tehát nem azt mondom, hogy készüljünk fel a világ végére, de, de, de azért, azért jó, hogyha nem akkor kell ö, gondolkoznunk hirtelen, hogy mi a túról legyen. Na, amikor Így, leblokkol épp az ember, vagy amúgy is értében. Az olyannak, aki, aki most mit tudom én ennek hallatára, vagy nem csak ennek hallatára, hanem alapvetően nem túlságosan bízik a beépített akus készülékekben, azt tudom mondani, hogy ne vegyen beépített akus készüléket, vegyen olyat, ahol kivehető 18-650-ekkel lehet operálni, meg kell ezt fejelni egy tisztességes, minőségű töltővel, x star. Ifes, uh, mit tudom én, uh, Nightcore, hogy csak párat említsek, és, és akkor nem lehet ilyen probléma. Igen, vagy legyen egy udvara, ahova kidobhatja a fűre. A kutya Fuck. mellé, mondjuk. A szomszéd kutyája mellé. Aki mindig éjszaka ugat. Nálunk nem ugat, már. Na, tehát mondjuk egy 800 dolláros egyedi boxot így nem dobnék ki szívesen, Milyen. vagy egy zsepit a hóba, de na, hát azért mondom, mindenre legyen már valami tervünk, mert nem, nem jó, hogyha bedobjuk mondjuk egy kád vízbe, mert a tűz de helyette lesz más. Annyira uh, nagy baj nem lehet. Hogyha vízbe dobja, ezen, ezek kis feszültségek, készülékek. Meglelőd, Persze, itt fesz... nem, nem a feszültségre gondoltam én, hanem, hanem arra, hogy mondjuk az aksid hirtelen rövid zárba kerül, és és mondjuk pukkan. A víztől nem fog. Hát, láttam én már karonvarjút azért. Jó, még mindig nem csináltam meg azt a videót. Basszus kulcs. Az nem tudom, mondtam-e neked, volt kint ismerősöm sencsemben, gyárlátogatáson, uh -huh. és, és mit ad Isten pont sikerült elcsípni, és csinált videót, hogy készítik az aksit, hogy mm -hmm. fóliázzák. És tudod, amiről beszéltünk, hogy hát azért ezek nagyon vékony kis lemezek, amik föl vannak henger alakra Igen. görgetve, és ott látszik, tehát tényleg picit vastagabb, mint az alufólia. De csak, hogy épp ne szakadjon el. És hogyha ez sérül, akkor és könnyen sérülhet mondjuk egy, egy magasról lejtésnél, akkor azért ott történhet baj. Tehát pont ezért, hála Istennek csinált videót, úgyhogy azt majd, azt majd még valahogy meg kell vagdosni, mert, mert természetesen álló helyzetbe tartotta a fényképezőgép, vagy a kamerát. Na mindegy. TPD akkor marad jövő hétre. Uh -huh. Ami még érdekes lehet, ma jött ki a, az EPOS következő, soron következő része, hát ez hülyén jött ki, a soron következő része a sorozatnak, elcigi porlasztók, patronok, kezdőknek, Balog Dávid tolmácsolásában. Úgyhogy Blacky írt egy pár oldalas szösszenetet ezekről a patronokról, föl kell caplatni a weboldalra, és szépen megkattintani, ha kérdés van, alul föltenni valaki írta, hogy írjunk még a wikibe ilyet vagy olyat, meg ilyen kérdés, meg olyan kérdést, a wikibe föl kell tenni regisztrált felhasználóként a kérdést, és akkor tudni fogjuk, tehát ez a levélben elküldés ez viszonylag 20. századi, azokkal nem tudunk foglalkozni, mert sok van. Tehát azt olvassátok. Jaj, mi ez a... Mi történt itt, igen, én is pont azt nézem. Fakja, fakja, fakja. Truth about ha. vaping, vagy... Right? Háború, háború és béke a de... Ez ben volt az előbb, nem? Ez nem Ezt én szúrtam be, ez az a, a videó, ami a Krisztián által levezetett cikket foglalja össze, ilyen információ, grafikás jelleggel. V... Rajzfilm. Igen. De azon Igen, animációs azon... film. Van ennek valami neve, dögöljek meg, ki fogom keresni, mert, mert van valami. Hát most már megkattintom, de ö, nekem ez a Still Blowing Smoke, ez rémlik, mintha beszéltünk volna erről a weboldalról egy pár hete. Várjál, nézem, füstöl, laggol. E... Erre gondolsz mikor ügy a szövegeket? Igen. Aha. Hát most meg nem mondom neked, pedig még ilyen effektem is van. <kül> Jó, ezt is berakjuk. Biztos, ami biztos. Csak, ó, Istenem. Hogy Mi? rakta be? Mi? Hát nézd meg! a C az végig. Jézus Mária, Szent József 86 soron keresztül. Ezért egy virtuális skorbács Oké. Okay. Nézd meg, kitörölt a sorozatból a vikingeket. Jaj, mit kap ez az ember? Mit csináltam? Nyomja a Az lesz mindjárt. Sorozatok, ugorjunk a legfontosabb. Andó van. Oh, fuck, most meg eltűnt a link. Ez zsír így. jó. Milyen link tűnt el? semmilyen, most beírom ide, hogy Vikings. Te nem ezt, nézed be ki? Persze. Hát a legfontosabb része volt a 21-es sornak. Basz meg! <laughs> Elképesztő. szóval, szóval, hát ennél nagyobb csak... Spoiler alert, Garamvölgyi Dénes, szóval ennél durvább... Rá... Én már tiszta rosszul voltam az elején. Halálomon vagyok, vért köhögök, vért pisálok, Megkereszteltetem magam, és hogy az a keresztelkedés is azért volt, hogy bemenjen a templomba halottként. Ó, oh. hát de amikor megmozdult, az is egy olyan olyan bibliai volt, nem, hogy, hogy ahogy a szentelt vizet locsolja a koporsóra, és az emberek félreugrottak, de nem megijedtek, hanem szerintem azt hitték, hogy feltámadt. Ó, oh. kardasegge aló kikap, megböki a papot. Elviszi a csaj. Nem... Akkor hát rögtem rajta. Mikor a papot lebögtek. Én, én egyébként nem értettem, hogy tehát a királyt leszúrta volna a picsába, azt el van intézve. Mert egyébként mondjuk nekem fura ez a csaj, ez olyan diló. vagy Jó. nem is tudom, mintha ő vinné a trónt. De még itt a rolónak lesznek nagy, nagy húzásai szerintem, pont ezért. Ezzel ahogy hogy így vége, befejezték az évadot, vagy egy lógva hagyták jobban mondva az évadot, hát hogy fogjuk így kibekelni ezt az egy évet, mire indul a következő évad. És, és hallod, mekkora volt az utolsó mondat a Flokinak, a csónakba? Te Mi ölted, volt az hát te ölted meg Jaj. a festánt, igaz? Igen. Hú -hú, hello, my vapor friends. Hát itt lesz, lesz mit kibontani a jövő következő évadba. Nem baj, jövő. most jön a last ship. Lassan. Ez mindjárt indul. Sőt, Under the Dome. Ja, és akkor szerez már be nekem, légy ezt 720p-ben ezt a, ezt a zénésen, mert nem Jó. megálltam 96 környékén, tehát nem tudom. Letörültem sajnos, oh, ami fuck. volt nekem. Ezért kell egy nas. Na most nem. már megvan a hangkártyád, a külső, most másra kell beruházni. Figyelj, fényké fényképez már le tényleg a, a, az eszközödet, és akkor berakjuk képnek a, a posztba, hogy, hogy ez, egy, ez egy mementó legyen, hogy mostantól milyen minőséget várunk el tőled. Jó, így, hogy össze van dugva a stúdió berendezés. Persze, így. persze, így az abszolút zsír. Életszagú lesz. És akkor most nekiállok ennek, amit Blacky mondott, ezt te nem nézted? De, 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 hogy nem? Igen, jó volt? El vagyok vele maradva, mert hogy így, hogy King együtt nálunk ez úgy megy, hogy vannak sorozatok, amiket egyedül nézek, meg vannak sorozatok, amiket közösen nézünk. És a és Walking igaz... nézi veled? Nem, nem az. az... Nem, nem tudom nem... a nőket rávenni ilyenekre. Nem valamiért, nem, 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 nem annyira kedvelik a hölgyek, de az Amerikánsz az ilyen közös sorozat volt, és a súly miatt uh, annyira uh, kevés közös sorozattal tudunk haladni, hogy az Americans volt az egyik, aki ilyen parkolópályára került, töltöm, legyűjtöm, aztán majd valamikor nyáron megnézzük egybe. Az a baj, nekem le kéne töltenem két sorozat trekkert, hogy az egyikkel azt, amit én nézek, a másikkal meg amit közösen nézünk, mert elkezdem nézni a közös sorozatot is, mert a melóhelyen mit csináljak ö, éjjel, ú, nem, nem a melóhelyen soha nem, hanem mit csináljak, hogyha az asszony dolgozik, és én meg itthon vagyok, hát nézek egy blacklistet, vagy mit tudom én, és én bekattintom, hogy láttam, és el is felejtem, hogy ő hol járt. Úgyhogy az meg van, úgy hülyeség úgy nézni valamit, hogy, hogy ki ez a szereplő, nem tudom. Na mindegy. Kultúrában akkor szerintem rakjuk be ezt az amerikán, ezt aztán megismerkedünk vele, hogy, hogy mi a szent szar, de érdekes? Jó pofa, érdekes, nagyon. Nagyon. Egyrészt korrajznak is nagyon-nagyon remek, meg hát ugye kicsit, mint a. a, a na, milyen fenében? Másik példát fogok mondani, mint a Vikingsben, mint kiderült. Itt is nagyon-nagyon ügyelnek a, 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 a történelmi ö, tényeknek a, a helyes ö, ábgázolására. beépítésére, ábrázolására, beépítésére. Úgyhogy ö, nagyon klassz, nagyon-nagyon jól össze van rakva. Igényes jó sorozat, tényleg. Oké, okay, oké. Okay. Akkor ez a TPD cirkalmas szöveg, ez is jövő hétre hagyódik. Valaki sippol. Én sippoltam. A kuzi sippolt. Sippol ha még valami jó pofát akarsz nézni, az tudom, hogy már említettem a múltkor a zombi hiány esetén felbontandó kategóriában, de az iZombi az most az ötödik vagy a hatodik epizódjánál jár, és így mostanra azért kiderült, hogy mennyire élvezhető, mennyire nem. Amit mondtam a múltkor, szerintem érdemes nézni. Jó könnyed jó de, de nagyon alakul, és egészen klassz színészgárdája van. Na, azt is felírtam, M plusz egyszer, jó. Menjünk át az olvasói kérdésekre. Haladjunk, hova lett leki úr? Itt vagyok, csak Jó, hallgatok csendben. Simulálod és... <laughs> Szimulálod fifikát, amikor sorozatokról van szó. Vagy <laughs> amikor horák kiteszik. De figyelj, csinálj már olyat, hogy nyögd már be, hogy és mi van a Babilon mert, mert, ő ilyeneket Ő, de bezzeg a babilonet. És az Nekem a, az, az oni, Tehát amikor én nézem mondjuk a, a, az X-Menből a, a rozsomákot, farkas ki, hogy hívja. A, aki Marvelen nem, ez nőtt nem, fel, nem annak ez rozsomák. Vág, ez, ez vág majd ki. Nem, nem hangozhat el farkas. Azért mondom, tehát aki, aki a Marvel képlegényeken nőtt fel, annak rozsomák. És nekem, ahogy ránéz... nézem. Ez borz. Igen. Ahogy ránéztem, Rozsomákra először Nino Karotta ugrott be, másodjára pedig az Onidun család a Hát Egy az egyben mondom, pazd meg Onidun család, mi van itt? Én gyermekkorom, én gyermek. gyermekkorom sorozata. Még mindig el tudnám dúdolni, hogyha akarnám, de nem akarom, mert euh, nincs olyan képességem és hallásom, mindeked, mint, neked, mint euh, hegedű virtuóznak. Na. Nekem nincs a fejemben ellenben, aminek a feje az fejembe égett a főcímzenéhez szintén abból a korból, kifizeti a révészt. Ne idegesíts, te is! Hogy ne? Zseniálisokat. Szegény Blacky most megint nem szól. Miért nem szólsz? Hát, figyelj, de te akkor még nem éltél. sorozat témában én annyira nem vagyok otthon, az igazság, hogy van pár sorozat, amit a Judittal nézünk, ilyen mondjuk az Americans, de, de nekem ezek nem rémlenek, például ez az Anidin család, Tudom, hogy volt valamilyen rettentő, hosszúra nyúló történet, de... Hát nem hiszem, hogy neked akkor a, a Szabó család sem van semmit, vagy a... Szabó család, <gul> a, a... A ah, Persze, az rádiós. A ez guldenburgok az... öröksége? Az... <gul a, hol élünk? Az is megvan. te Dallas dall vagy? vagy. A Dallas is megvan, de, de nekem az Onyidon -e, on -e, on -e család az nem maradt meg. 1980, 2 3 Az már 90 Sógon az túl új. <laughs> Nem, 82, 83, 84, én még Csattogós még kell lepke, hat szóljon. Tessék? A csattogós lepke, hadd szóljon. Igen, pontosan így van. A <laughs> Dallas, az igen. Az igen, az már sorozat volt. Az, ezt ne hallok, hogy az, az, rémlik, baszad. <laughs> Ennyi? Hallod, Krisztián? Hát ez az ember a szomszédokat se látta. <laughs> Kezd el újra. Na, De rá, hogy a vágási ki nem emlékszik. gazdag rét menje? Ennyi. Tenkes kapitánya. Hú -hú, sárfürdő. Honnan oh, no, szár? Viccesz? Kurucok, meg... És azt tudjátok, hogy hány saját lova volt a tenkes kapitánya forgató stábjának? Segítek. Na, egy, jó kérdés. egy, darab. Na, hát. Egy darab saját lovuk volt. Ugyanúgy, mint ahogy a szomszédokat is egy darab lakásban forgatták az egész sorozatot. Az szép. Megvettek egy azért, panellakást ott a tömbben, és azt rendezgették át minden egyes alkalommal. Hmm. Na, menjünk az értelmes kérdésekre. Lehet, hogy rövid lesz. Kocsis Tamás, mik várhatóak a megmozduláson? Itt a TPD 2.0-ra gondol szerintem. Sok véper Vízágyú. Szerintem is. Ő, én nagyon kellemesen csalódtam, mert hogy egészen sokan most, amikor utoljára néztem, már már bőven 100 fölött volt a jelentkezők száma, és emiatt -e 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 nagyon kellemesen csalódtam, remélem mindenki eljön, úgyhogy ez így egészen szépen kezd kerekedni. És amik várhatóak, azok egyrészt amik ki vannak írva a a a a az eseménybe, vagy az esemény adatlapján, így egy kicsit már változni látszik a, 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 program, hogy beépült egy olyan szekció, ahol az emberkék fognak felszólalni és néhány mondatba beszélni magukról, úgyhogy valószínűleg túl fogjuk lépni az előre egy órába belőtt intervallumot, ami nagy szerencse, mert még nem jelentettem be az eseményt a rendőrségen. Gondoltam, várok egy picit, hogy... esél a határidőből? Nem, nem, három nap a határidő, tehát így, így kiesni semmiképpen nem fogunk. És a Meg hogy műveleti a ellentétben nem engedélyt kell kérni a rendőrségtől, csak be kell jóvá jelenteni, hagyást, ez igen. lesz. Igen. Hát nem is jóvá hát ők hagyják jóvá, hát, hogy, hogy... Csak ne, szólsz, hogy ott leszünk. Itt nem műveleti terület a dolog. Ha csak nem valami őrület, a szörnyűséget csinálunk, vagy nem műveleti területre megyünk, akkor igen. és ezzel meg az van ugye, hogyha menet közben változik, akkor újra be kell jelenteni, újra be kell jelenteni, újra be kell jelenteni, úgy gondoltam, megvárom, amíg egy kicsit a paraméterek stabilizálódnak ez ügyben. Azt mindenféleképpen ne felejtsd el nekem előtte való hétvége péntekig elküldeni, mert akkor én a, a, az ismétlő SMS-t, azt ismétlő e-mailt, kinek, hogy hívjuk, Jó. azt kiküldeném akkor, de a frissített infókkal azoknak, akik nem kattintották meg a linket, mert voltak olyan szelebúrdiak, a másik pedig, hogy nem tudnád valahogy rögzíteni? A képanyag az, az, az netces, mert hogy már lehet, hogy sötétedik, de de a hanganyagot valahogy. Megpróbálom, a, a múltkor egy jó barátom pont ő, nagy büszkén mutogatta nekem az ilyen hordozható, stúdióminőségű minőségű kis marok felvevő kézikészülékét. Amit én néztem ki. Wow. Ilyen, irányítható mikrofonja van. azaz, az, az Zoom H4 lesz szerintem. Nem emlékszem a nevére, de nagyon komolynak tűnt. Mit mondtál, Blacky elkezdtél mondani valamit. Srácok, lokem megy. Ő? nem szerintem... nem Neki, neki van egy s 4000 es kamerája. Azt, tud, tud viszonylag sötétben is igen szép képeket csinálni. Én titokban még arra készülök, hogy megkérek valakit, hogyha van, akkor hozzon egy drónt, és akkor ilyen szép drónfelvételt is lehetne csinálni, és aztán a... dolgozik, és nem tud jönni. Meg, ismerkedik csak a sztorival, úgyhogy képzeld, hogy hogyha valakire rápottyanna a drón, sosem hát, le magadról, hogy az elcigi öl. De hogy... De hogy visszakanyarodjak az eredeti kérdéshez, tehát egyrészt gőzlértársaink fognak néhányan felszólalni és beszélni arról, hogy miben is változott meg az ő életük pozitív irányban az elektromos cigarettának köszönhetően. Górcső alá vesszük ezt az egész dohánydirektívás dolgot és kivesézzük, hogy miért is rettenetesen rossz ötlet ez az egész. Én készülök egy kisebb fajta beszéddel, azt már nagyon irkászom és felolvasuk ugye a Balogh Zoltánnak írandó levelet a Dohány Direktíva Magyarországi Implementációjával kapcsolatban, hogy biztosítsanak helyet a, 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 a szakértő civilek számára is a történetben, 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 és mivel még rengeteg idő van az eseményig, ezért továbbra is várjuk a, 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 az ötleteket, hogyha valakinek ne Isten lenne ötlete, vagy hozzáfűzni valója, hogy mit is lehetne még csinálni. A Facebook eseménye. Publikus egyébként az esemény? Tehát igen, hogy az legyen, igen, hogy azért igen. jelentkeznek hogy olyan kevesen, mert nem látják, jó? Nem, nem, publikus. Ezt még Tamás írta, csak egy új bekezdésbe került véletlen. Az Egyesület esetleg megkereste az illetékes hatóságot, aki szabályoz minket, vagy tervben van, vagy tudjuk egyáltalán, hogy melyik az a hatóság? Hát most így Fifika nélkül erre nehezen fogunk válaszolni, de én azt mondanám, hogy igazából fogalmunk nincs, hogy melyik az a hatóság. A, a tavaly őszi eh, Hanvába volt nagyon ostoba elcigi szabályozási törvény javaslat kapcsán azt láthattuk, hogy irdatlan a káosz hogy ott leszólnak a, a, az emminek, hogy itt kéne valamit csinálni. Az emmi átszól az Olfinek, aki szól a demjének, aki szólót valami kis irodistának, hogy akkor dobja össze valamit. Tehát ilyen, ilyen, mint a forrókrumpli, mindenki dobálgatja másnak, és a végén valami kisül belőle. Tehát itt totál káosz, hogy egyáltalán lesz-e ennek felelőse, aki előkészíti, vagy mint más e, e, egy éjszaka alatt megszavazott törvények esetében azt látjuk, hogy csak úgy valaki gyorsan oda amit és hirtelen megszavazzák, és azt se tudni, hogy ki fia borja, mert akinek a neve rá van írva, az azt se tud róla, hogy ő ilyen javaslatot tett. Tehát én azt mondom, hogy a, a a, a, a kifejezetten az ECIGI plusz ehhez hozzátéve a, a magyarországi törvényalkotási körülményeket, nagyon-nagyon kaotikus, hogy kivel van mi van. Ezért is szeretnénk ugye javaslatot tenni arra, hogy ha például még nincsen kijelölve munkacsoport, hanem csak így össze akarják csapni, akkor igenis hozzanak létre erre egy munkacsoportot, aki előkészíti ezt az egészet, mert itt lényegesen komolyabb dologról van szó, mint hogy valaki ezt egy tolvonással három mondatba összefoglalja. És hogy valakit akkor jó lenne, ha delegálnánk is. Így van. Hát igen, igen, igen. Aki esetleg már látott egy cigit élőben, vagy ilyen embert, aki az... már látott olyat. Vagy, vagy állt az... már olyan vagyis... ember mellett, Igen. igen. Fokozhatjuk. Jó, megyek tovább. Vaperdubó kérdezte, miért hatalmasodott el a szabőrület olyan szinten, hogy már némei kazángyártó is ilyeneket gyárt? Miért hiszik az emberek, hogy az elektromos cigaretta egyet jelent a minél nagyobb gőzfelhő köpködésével, ráadásul VV eszközökön, ahol nincs is rá szükség? Én ezt már sokszor elmondtam, hogy lehet ezt is, lehet ezt is szeretni, csak ha valaki áttér mondjuk a hagyományosul az elcigi világába, akkor szerintem nem, nem ezzel kell kezdeni, hanem a fincsik is ízeknek a a kit kóstolgatásával meg ismerésével, mert sokkal nagyobb élvezet szerintem, mint, mint nagy gőzöket eregetni. Én például úgy vagyok vele, hogy nagy gőzt ö, hosszasan nem is esik jól eregetni, hiszen ö, hiszen, ugye egyből tüdőre, és ha ezt sokszor egymás után csinálod, akkor értékes oxigén nem nagyon jut a tüdődbe, csak ez a, a likviddel elpárologtatott gőzzel egyetemben, abban meg egy idő után csak azt veszed észre, hogy szédülsz, mert oxigén hiányos állapotban vagy. Tehát nekem nem esik jól 5-6 ilyen nagy sluk után ö, már a dolog, vagy történet. De hát elmondhatjátok, ti is nyugodtan, hogy hogy látjátok, és hogy miért divat ez. Krisztián? Én... Én, én sportanalógiát hoznék rá, hogy ez olyan, mint bármelyik sportnak az extrém kivitele. Tehát, hogyha nem tudom, én flatline BMX-ezni akarsz, akkor sem tudod megúszni azt, hogy megtanuljál előtte biciklizni. Úgyhogy pont ugyanígy van ezzel is, hogy először az ember alakítson ki egy kényelmes, komfortot az elektromos cigaretta használatával kapcsolatban, ismerje meg a működését, ismerje meg a saját igényeit, a saját dolgait, és amikor már egy tapasztalt felhasználó, akkor felelősség teljesen, miért is nem, mint ahogy az extrém sportban is védő felszereléseket használ az ember, stb. Tehát rá kell készülni erre a dologra, lehet szabomozni, csak nem szabad észnélkül csinálni. Most ez egy nagyon fölkapott divathóbort lett, és ebből kifolyólag, mint ahogy a, a jackass is volt, hogy train professionals, don't try this at home, otthon ne próbálja ki saját szakállára senki, ész nélkül nem szabad csinálni, tehát igényel egy e, tudásszintet, felkészültséget, hogy az ember biztonsággal tudja űzni, egyébként akár fán is lehet, hogyha valaki erre izzik, vagy e, e, erre izgó <hállt> Ez jó volt, ez a... a Nehetszik is, hogy erre izzik valaki. <hállt> Hát, euh, én úgy látom, hogy itt nem is az a lényeg, hogy a szub lett törület. Itt az lett törület, hogy baromi nagy gőzöket köpjünk, baromi tömény euh, ízzel. Euh, az már más probléma, hogy itt van egy súlyos félreértés. Mégpedig az, hogy ezt csak és kizárólag euh, egy óm alatti tekeréssel, vagy nagyon extrémen alacsony ellenállású tekeréssel lehet elérni. Euh, mindig mondom, gyakran mondom, csesztetnek is érte, hogy az anyámért prédikálok, de lehet ezt sokkal biztonságosabb, a készülék számára sokkal kevésbé stresszes körülmények között csinálni. Készítettem egy videót nemrég, két 10 volt, kerekítettem, azt hiszem 1,9 és 9,7 volton ment, dual és fújtam akkor a gőzt, mint egyébként ilyen nulla, 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 szóval valami nagyon alacsonyosak szoktak fújni pontosan az demonstrálandó, azt hogy, hogy lehet 5 amperrel terhelni az elektronikát, meg lehet 15 amperrel terhelni, kérdés, hogy, hogy, melyik, melyik, melyik kinek, tehát, na, mivel akarjuk tönkretenni a masinánkat, ez az egyik, a másik meg az, hogy én ezt így biztonságosabbnak érzem már csak olyan szempontból is, hogy itt az zárlat esélye lényegesen alacsonyabb, és a teljesítmény meg ugyanúgy megvan. úgyhogy én, direkt ezt, kipróbáltam legyen. eset, esetleg, direkt kipróbáltam, nem emlékeztem rá, 0,49-en van most megtekerve duálban a, 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 Mutation V2, és ez volt 60, most 70 watton hajtva, és így volt, most meg nem mondom, emlékszem el, mi volt a kijelzőn, de meg lehet őrülni attól a gőztől is akkora. Szóval nem kell ahhoz ni 200, meg 0, Egyre, meg, meg amit most itt 200 wattosat mondtam, mi volt, ez 0,04-re tekerni. Igen. E, hát ilyen ez a pop szakma, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy azért is csinálják, mert úgy gondolják, hogy az elismerést vált ki, hogyha látják, mert akkor biztos profi, vagy ha már ekkora gőzöket köpsz, de én azt mindig meg tudom fejelni egy kis tiszta végével. Úgyhogy lehet próbálkozni, <laughs> nagyobbat fogok köpni. De nem, most ezt komolyan mondom, tehát nem, nem arra kiegyezve, hogy én mindenki ilyen nagyobbat fújok, de 50-50-es levessel is csinálok olyat, mint, mint más küzdködve, amit tudom is, az egy tized ómiával. Fölösleges szerintem, így társaság, tehát például engem a találkozókon iszonyatosan zavar, mondjuk, ha lent vagyunk a, a Hol, Krisztián? Fanyűvőben. Igen, és lent vagyunk a lenti teremben, ahol megreked a levegő, és mindenki gőzöl fest. És még ha van egy-két ilyen nagyobb gőzű kazán, és e, egy idő után már e, kezdem érezni a, a levegő hiányt, meg hogy nem látok-e három a arrébb, e, és ki kell mennem a levegőre, mert, mert nekem az nem komfortos. E, szerintem az ízeket keressük elős először, elsősorban, nem? Először szabaduljunk meg a, a hagyományostól teljes mértékben, nagyjából ismerjük meg a korlátainkat, meg azt, hogy ö, mi az, ami nekünk fekszik, és majd utána lehet ilyennel játszadozni. Én így látom. Oksa! Ö, szintén Vaper Dugó kérdezte, hogy... Ö, Tényleg hiszünk abban, hogy bármit is tehetünk az EU direktíva és a kormány döntése ellen? Hát, aki nem hisz benne, az gyorsan néze újra az Erin Brokovicsot. Igen, én személy szerint hiszek benne. Ahogy az előbb is szó volt róla, minél tovább hagyjuk elfertőződni a sebet, annál több mindent kell kivágni a végén, és annál fájdalmasabb lesz de, de még nagyon sok ö, jogi és egyéb lehetőségünk van, hogy ezt értelmes mederben tartsuk, tereljük, vagy ne Isten, még egy kicsit vissza is fordítsunk rajta. Csak közben évek telnek el. Filmes analógia melyikben volt, az nem emlékszem már rá, de Stallone volt szerintem. Akkor Te vagy oké. a betegség, és én vagyok a gyógyszer. Dreadbíró. Dreadbíró. Ez Dread Ez a mondat mindenre megy. Olyan, mint a piros hetes. Szóval Na, én így hiszem. De szé is mondjátok el, hogy miben hisztek. De vagy a betegség, és én vagyok a gyógyszer. Puszti. Nem, nem, bocsánat, Rambó. Rambó? Nem Rambó. Rocky. R nem Rocky a hülye Mely... Terminátor? Nem, melyik volt az basz, meg mikor a izé játszott mellette a hosszú combú szőke? Kobra. Kobretti hadnagy, bizony bizony. Tényleg. Basz. A baszott nagy késével. Meg a boltájával. Igen. Igen. Aki kampon végezte. Azaz. Na, uh... Ja, Hadd uh, tegyem hozzá, mert csak röviden, hogy tényleg hiszünk -e abban. Én még annál is jobban hiszek. Mert azt gondolom, hogyha itt az elkövetkezendő mondjuk úgy 9-10 hónapban olyan tanulmányok jönnek elő, vagy olyan szinten sikerül publicitást elérni, még azt sem látom kizártnak, hogy az EU megint összehívja a bizottságot, és azt mondják, hogy fiúk, az új infók fényében vizsgáljuk már felül ezt a dolgot. És ezt az EU-s összehívást akár még noszogatni is lehet egy picit a civil oldalról. Úgyhogy igen, van itt még lehetőség. Hú, valamit akartam mondani, csak annyira meghallgattam, hogy mit, annyira figyeltem, hogy mit mondasz, hogy elfelejtettem. Ja, igen, igen, igen. A, ami miatt én hiszek abban, hogy meg az az, hogy ez az egész szabályozó, meg amilyen irányba tolni próbálják, az egy rettentő buta nem felvilágosult dolog. Tehát egy ilyen középkori ostobaság szintjén van, ahogy az elektromos cigarettához a szabályozó testületek világszerte megpróbálnak hozzáállni. És hogyha mivel ők az erősebb kutya, tehát ők másznak rá a nőstény kutyára. Ezért ők, ők, vannak abban a helyzetben, hogy átnyomjanak egy szabályozást. De egy rettentő ostoba, rettentő rossz szabályozás így a 21. században hosszú távon nem maradhat fönn. Tehát azért léteznek még emberek, akik gondolkodnak, olvasnak és hallatják a hangjukat. Úgyhogy én, én, én ezért hiszek ebben, hogy egy ilyen, ilyen tényleg egy ilyen középkori, babonás, buta, törvénykezést a 21. században, ha csak nem Kambodzsában vagyunk, nem lehet hosszú távon életben tartani. Így van. Vaperdugo és a többiek, ti pedig azt tehetitek, hogy közösségi oldalakon megosztjátok azt, ami pozitív infóhoz hozzáfértek. Az mi dolgunk, mint egyéni véperek az, gőzlérek, bocsánat, az, hogy szemeket nyissunk fel. Hogy megmutassuk az embereknek, hogy nem feltétlen az van, amit a Borsban írnak, vagy amit a Bors cikk alá kommentelnek olyanok, akik nem láttak még elektromos cigarettát közelről. Mert a te kommentedet csak te tudod törölni, nem a Bors. Hát, most töröltek egy egész sort. Nem úgy mondom, hogy a te oldaladról csak te tudsz törölni. Jó, nem. <kül> Na, megyek tovább Cigler feri És gyertek minél többen május 29-én, tehát... Alap... Igen, igen. Tehát eddig, bocsánat még Charlie, ezt még gyorsan elmondom, hogy az eddigi próbálkozások az ilyen összejövetelekre és megmozdulásokra mindig-mindig nagyon kevesen, maximum tizen páran jöttünk össze. És most már tényleg nagyon szorul a hudok, és most már tényleg nagyon meg kell mutatni, hogy nem tíz ember veri itt a palávert, hanem nagyon sokféle szerte ágazó pógár más hogy mondom, máshogy mondom ezt, <coughs> lehet kényelmeskedni, csak akkor akkor yes. ö, azt is ö, tartsatok majd szem előtt, egy év múlva, hogy ö, esetleg azért nem lett jobb, mert aznap otthon maradtál, és a fotelben nézted a, a, az alcsút, vagy felcsút, meg fradi meccset esetleg. Vagy a kuzinyűgírt. Vagy mi volt az a... <laughs> ne idegej, ne idegej, láttam tegnap is egy plakátot. <laughs> Tele vele a város tegnap meg beleszaladtam a másik történelmi sorozatban, ami volt az? A Szulajmán. Szulajmán. A... Nem hiszem, elhallott, hogy, hogy, hogy nekem én. ezt kell a tévében látnom, hogy hogy kezdődik a nap. Híradó, barátok, nem. Híradó, éjjel-nappal Budapest, barátok közt, hakam Sükür, vagy ki az anyám, mi ez, Szulajmán. És le van fedve 11-ig az estém. Hát gyerekek, és akkor ne torrentezzek. Fuck yeah. Na menjünk tovább, tényleg mert két Jó. óra fölött járunk. Cigler, Cigler, Figiri, Ferenc, Subtank, Nautilus, stb. versus GT2 versus Kaifun 4. Szerintetek melyik a legjobb? Nem a talácstalanság csöndje ez, hanem a, az értetlenségé. Eu almát hasonlítunk a körtéhez, sokat szóra mondom, tüdőre kapós, cloud chaser tankot akarunk összehasonlítani olyan tankokkal, vagy olyan ö, porlasztókkal, amik nem kimondottan erre vannak kitalálva. Én az utóbbiakra szavazok, a többit meg meghagyom a srácoknak. Én fölállítom az én sorrendem, Feri, én, GT2, Kaifun 4, és utána mondjuk még egy szubtankot a dobogó harmadik helyezettjéként felhozok, de csak azért, hogy a dobogó teljes legyen. De azt mondom, hogyha valaki olyan, hogy legalább belátja, beismeri magáról, hogy ő ügyetlen vagy, vagy szakmailag inkompetens, hogy tekerjen egy, egy olyat, mint amit a nagyoktól látott, akkor, akkor azt mondom, hogy tudod mit, inkább vedd meg a szubtankot. És akkor megvan neked is az élményed, és egy gyári kazánnal meg tudod majdnem azt a mennyiséget kapni, mondjuk, mint egy, mint egy teljesen egyedileg felújítható kazántól, <coughs> ha ez az igényed. De nálam ugye sokat vaciláltam ezen a GT2 versus Skyfall 4-en, is, a, a végül is ugye összeszámoltam, hány darabból áll egyik, meg a másik, hogy kell tölteni egyiket másikat, GT2. GT2. Én GT2. Itt bezártam a sort. Én meg egydimenziós vagyok perszó. Igen, csak ez nem volt Cigler Feri kérdésében. Ott Cigler volt. Feri Szerintetek hozzátett... melyik a legjobb? Cigler Feri hozzátette később ö, szöveges formában, hogy kezdő szemmel így, így ja. mondja el valamit kezdőszemmel, igen. ja, kezdő szemmel, akkor én mindenképp az első kettőt javasolnám, mert akkor nem kell tekergetni. Tehát a Subtank és a Nautilusra gondoltál? Hát az ilyen, hogy hívják cserélhető belsős jószág. Aha, jó. Kezdőt nem kínoznék tekeréssel. Igen, igen. Ha így nézzük, akkor, akkor ugye az van, amit, amit mondtam, hogy ha neki ez tetszik, akkor szenvedésmentesen ezt meg tudja oldani. De akkor ö, kihangsúlyozom, ne sajnáld azt a 700 kötőjel, 1000 forintot egy ö, felújítható, bocsánat, nem felújítható egy kazára, amit megveszel a blisterben, és kicseréled ott, ne filírbaszoskodjunk, hogy azt majd megtekerem én magamnak, mert nem tudod úgy megtekerni. És nem is cél. Na, Tomán Antal érdekes kérdése. Kérdésként nem tudom megfogalmazni. ezt privátban írta nekem, csak nem akartott feszültséget generálni. Kérdésként nem tudom megfogalmazni, és nem ismerősöm. Tehát kérdésként nem tudom megfogalmazni, de a véleményem megcáfolásával kvázi válaszolhatnátok a dologra. Szerintem semmi gond a klónokkal, csak figyelembe kell venni, hogy a kínai tömeggyártás remekével állunk szemben. Kíváncsiskodóknak, tapogatózóknak igenis hasznos, hogy relatív olcsón ki tudnak próbálni valamit. Ha valakinek futja drága eszközre, akkor úgysem fog megragadni kizárólag a klónok mellett. Lehet, hogy nem eredeti Typhoon vagy Kaifun lesz a választott, de akkor is ott lesz a klónok között felett. Egy Pelzó, Moon, GP vagy sorolhatnánk. Ezzel szemben, ha egyből beleugrik valaki egy 30-40 ezeres kazánba, nem nagyon fog kísérletezni, hát ha valamelyik klón vagy integrált felül tudja múlni, a méreg drága eszközét, és soha nem fogja megtudni, mi is tetszene neki igazán. Ki kezdi? Nem én. Jó. Én még gondolkodom. Eh, Akkor az elejével egyetértek. Hasznos, hogy relatív olcsón ki tudsz próbálni valamit. Én is így fogom fel a klónok a triál verziói nálam, azoknak, amiket esetleg később megveszek eredetibe. Gyönyörű példa, Typhoon GT. Vettem két klont, az egyik szétesett élő egyenesbe egy hangout beszélgetés alatt, a másikat pedig otthon hagytam Magyarországon. És ezt, várja, meg... bocsánat, már megint közben ezt úgy kéne előadnod, hogy egy hangout beszélgetés során direkt szétszettem, és úgy maradt. Tehát, hogy legyen már benne valami tervezett. Oké, okay, de egyébként nagyjából ez történt. Emlékszem. Én... A lényeg, a lényeg, hogy, hogy ez a Typhoon úgy maradt, és amikor kijött a GT2, akkor ö, egyből az volt, hogy tudós, nekem egy olyan kell, mert biztos, hogy jó lesz. Ismerem a GT1 szerkezetét, tudom, hogy mire képes, mert próbáltam a klont, igen, most már tényleg kész kell egy eredeti, tudom, hogy mi lesz ö, vele a műsor. Ö, ezzel szemben, ha valaki egyből belugrik egy 30-40 ezres kazánba, nem nagyon fog kísérletezni. Hát, dehogy nem. Megvették ö, ö, kazánt, relatíve méregdrágán, hát dögöljön meg, ha nem kísérletezik. Emlékszem, mit szokott erre mondani uh, inkvi? Igen, hogy ha ennyi pénzt kiadtam azért a kazánért, addig ütöm, amíg nem működik. Hát úgy szokta fölött. fogalmazni, hogy egy 5000-es klont kibaszok a kukába, ha nem igen. működik. Egy 30-40 ezres kazánt azért nem feltétlenül. Igen, hát ott azért a szopófaktor, ha benne van, akkor addig szenvedek, amíg jó nem lesz. Így van. Uh, akkor én is kifejteném a dolgot. Uh, semmi gond a klónokkal, csak figyelembe kell venni, hogy a kínai tömeggyártásra remekével állunk szemben. Itt van előttem felhő mutation v2-je. Ami tök jó lenne, ha nem lenne szar. És csak annyi a baja egyébként, hogy a, a az az átmenő furat, ahova a húzalt bekötheted, az nem központos az egyébként Philips csavarral, ami belemegy, és gyakorlatilag így a menet és a furat fala közé szorított be a, a vékony húzalodat, pedig ez sem vékony, 0-4-es húzalt raktam bele, és, és, ezt is mellé tudtam szorítani, úgyhogy itt trükközni kellett meg egy csipesszel aláhúzni, a másikkal megtekerni, illetve az ógyűrűk azért így is, úgy is ereszthetnek, tehát akár cserére is szorulhat a dolog. Ez az egyik bajom. A másik bajom, megyek tovább. Kíváncsiskodóknak, tapogatózóknak igenis hasznos, relatív olcsón. Ha valaki... Igen, ha valakinek futja drága eszközre, akkor úgysem fog megragadni kizárólag a klónok mellett. Ez, ez nagyon szép, meg jó, hogy ezt leírtad, de Mutas nekem egy olyan embert, aki azért, mert neki van egy klón GT-je, és tetszik neki, az utána meg fogja venni eredetiben, mert én még ilyennel nem találkoztam. Engem leszámítva? Nem így, nem így. Neked volt egy GT klónod, és aztán megvetted a GT-2-t újonnan eredetiben. Uh -huh. De még olyan embert nem láttam a, akármilyen csoportban, hogy eladnám a GT klónomat, mert megtetszett, bejött, és veszek egy eredetit. Tehát ez nekem ez a mosakodás. Mosdatjuk a szerecsen gyereket. Ö, én inkább azt látom, hogy minden, és azért pörög ez a rengeteg elbaszott elcigi trader topik, mert, mert ó, csak 5000 volt, az meg eladom 3000 ér, azt veszek egy másikat. Vagy, tudod, ez a csak egyszer volt kipróbálva, semmi baja, attól nekem hány ingerem van. Tehát, hogy, hogy, azért rendelembe sorra folyamatosan mondjuk, és mindig négy-öt csomagom úton van, hogy ebből kis szürke importtal megfinanszírozom a saját cuccaimat, ami legalább akkor magadnak vennél egy eredet ide nem. És akkor itt játszogatunk, hogy, hogy jó lesz-e vagy sem, meg csak úgy ürüt kell cserélni, meg csak lesorjázni, meg a tököm tudja. Attól, tehát én, nekem már volt a kezemben olyan SS mod, ami már akkor rozsdás volt, amikor megjött a menete. SS, gyerekek, stainless steel. Igen. Igen. Tehát azért, Igen. És, és hogy ugyanolyan a doboza a K4-nek, mint az eredetinek. A doboza is ugyanolyan, mikor kibontom, akkor is ugyanolyan, egy év múlva is ugyanolyan lesz. Esetleg valaki meg tudja nekem nézni, mert a sajátomat, nem lenne szívem berakni egy keménységmérőbe, hogy egy gyémánt fejjel megnyomják, hogy na ennek milyen a keménysége. Eses anyagból is annyi féle van, annyi féle ötvözettel, mint égen a csillag. És a kínai holspóról az anyagon már máshol, ha nem tud. Tehát akkor megveszi az olcsóbb, silányabb minőségű, bár ugyan ugyanúgy esest, csak, csak az nem olyan ötvözet lesz, és akkor Azért fogja azt érezni az ember, hogy hát biztos, hogy az eredeti is ugyanilyen szar, mert ez is néz, meg egy hónapja megvan, és a táskába hordom, és hogy össze-vissza van ütve, az, az, az közel sem biztos, hogy ugyanaz a, az, a, az az ötvözet, és és az máshogy fog viselkedni. A tényleg ezek a tömítések, ezekkel már nem is foglalkozom, mert, mert aztán a, az, a, a, az az első, amivel ilyen esetekben szórakozni kell, hogy rendesz még hozzá még 10-15 ógyűrűt, hogy aztán neked az jó legyen, és ki tud faszázni azt a szart, amit egyébként rendeltél, hogy tudjad használni, hát eredetinél egy, ilyened nagyon nincs, mert hogyha szar, akkor tényleg, akkor visszaviszem, oda nyomom a kereskedő kezébe, és zokszó nélkül kicserélteti. Tehát e, ennyi. Alá kell támasztalom, több rozsdás meg megszakadt menetű klónkazánt láttam mint amennyit szerettem volna. Úgyhogy ez, ez tény. És és azt sem tudom alátámasztani, hogy ha egyből beleugrik valaki egy 30-40 ezeres kazánba, nem fog kísérletezni, hát ha valamelyik klón integrált, felül tudja múlni a méreg drága eszközt, nem találkoztam még ilyen eszközzel. Olyan klón integráltal, ami felül tudta múlni az eredeti gt -met. Én nem találkoztam még olyan klóndripperrel, dripperrel, kínai dripperrel, ahova odafúrták volna a rohadt levegőző lukat, hogy passzoljon a paláston lévő másik levegő Tehát már ilyeneken. És, és, nem, pedig láttam néhányat, és képtelenek oda, odafúrni. Na, látod, de ezért volt jó például az a mutation is, mert ez ennek ugye belülről a, a felső ö, palástban van a, a, baszott nagy vágás, és azt úgy, úgy viszonylag könnyű pozícionálni, de most, és akkor tegyük ezt is mellé, hogy tudja valaki, mennyibe kerül egy eredeti mutation? Blacky biztos tudod. Nem, a mutation speciál, nem. vagyok tisztában, mert én azt használtam. Ó, zsír, az is egy szép darab. Ö, szóval egy eredeti mutation, amiből most kifolyattam a likvidet, az... Ö, az úszkve kettőször, de még annyi sem. 0,8. dollár körül van, nem? Ö, ne, én nincs annyi, nincs annyi már. Nincs annyi? Ilyen 0,82-vel kell szorozni a klónnak az árát, és akkor veszel egy eredeti drip kazánt. Tehát 10-12 ezer forintért elég tisztességes drip kazánokat lehet már kapni, és akkor most ne menjünk arra persze, hogy egy Zenit V2, vagy V3, vagy V anyám kínja, mert el lehet ott is szállni a, a, a halál faszára, de ugyanúgy, ahogy vehetsz 800 dolláros ö, ö, varivat készüléket, megkérdezhetnénk tőlük is, hogy hát de miért az elektronika csak 15 ezer forint? Szóval ö, ö, én, én azt vallom egyébként, teljesen igaza van a inkvinek, hogy ö, nem jelenti azt, hogyha valamiből elsőre jót veszel, hogy te utána keresgélnet kéne igazából. Nem tudtam még nekem jobb ízű készüléket mutatni a, a GT-nél. Vagyis én nekem, akkor így fogalmazok, nekem ízben ez tökéletes. Hát meg, nekem az a benyomásom ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy egy kicsit olyan, hogy három évvel ezelőtti elcigis korszakomra visszaemlékszem, akkor az még a, a, a korai ego korszaka, minden szarkazánt kipróbáltam. Tehát mindegyikkel volt valami gebasz, és akkor valamit mindig kipróbálsz, és akkor már van a kerámiás, meg a nem tudom én mi milyen, de tényleg az összes létező akkoriban kijött ilyen szírszarom végig. Mentem két-három avonta valami újdonságot, megvettem, hogy hát ha majd az, az jobb lesz. És én egy kicsit ezt érzem ezeken a klónokon, mert ugye én a Facebookos csoportok pörgése alapján azt látom, hogy akik ezeket a klónokat veszik, azok megállás nélkül el is adják őket. És, a, és azt csinálják, hogy ó, hát ez se olyan drága, az se olyan drága, veszek De ebből egyet, azt meg még egy, meg még egy, meg még egy, és persze, mi, hogy minek nyolc? Ha ezt, ezt, ha ezt eredetiből, ezt az igényt, vagy ezt a, ezt a késztetést eredeti készülékekkel és kazánokkal próbálná e, 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 enyhíteni, vagy megoldani, akkor arra az Isten pénze nem elég. Az egészen nyilvánvaló. Viszont benne van a pakliba az is, hogy megveszi ezeket a klónokat, és mivel általában mindegyiknek van valami minőségi problémája, ezért nem lesz vele elégedett. Sőt, a klónok esetében, hogy most folyik, nem folyik, miért folyik, nem fogod tudni, hogy te szúrtad el a tekerést, vagy már megint a rohadt ógyűrűkkel van valami, tehát még csak az sincs, hogy megbízzál magában a termékben, és én nem tartom lehetetlennek azt sem, hogyha valaki a GT2 harmadik klónjával próbálkozik, az a büdös életben nem fog GT2-t venni, mert valahogy a fejébe összeáll, hogy a GT2 szar. Mert a, 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 a Facebookon is úgy mondják, hogy a GT2-m, stb. stb stb. eladó, és mindig elfelejtik hozzátenni, hogy klón. Tehát szerintem Tudod, az emberek miért? fejében az alakul ki, hogy neki gt ez egy, Ez egy iszonyat szomorú dolog, véleményem szerint, és te nem úgy mondom, hogy te. Én vagyok a köcsög, hogyha az az első kérdésem, hogy eredeti? Mondjuk föl se kéne tennem, mert 5000-ér kiad el egy eredetit. Mikor én használtan el tudtam 30-ér adni a GT-met, de... de Szóval, tehát ez nekem baromira áll szent hogy, hogy ö, kipróbálom milyen és. Azt meg fölmész a Youtube-ra, ahova percenként 300 órányi anyagot töltenek föl, és találsz 50 ugyanolyan videót ugyanarról az eredetiről, és biztos van három olyan kedvenc review ered, kettőt tudok mondani. Csak Magyarország. <laughs> <laughs> csak vicceltem, csak vicceltem, nem nagy az arcunk. Két-három külföldi reviewer van, akinek feltétel nélkül hiszel, mondjuk. Ö, és akkor azt mondod, hogy hát csak nem téved, kipróbálom. Én nem bántam meg, nekem nem volt sose klón gt -m, és az első perctőket, és mindig jöttek, hogy neked nem folyik, neked üvegszálva mennyi, meg hát mondom, mennyit beleraktam, amennyi a videóba volt, háromszor kettő, működik. Há, de neki szörcsög. Tehát nem tudok rá mit mondani. Eredeti. Hát egy klón, de hát ugyanaz, ugyanaz. Jó, hát akkor biztos nem tudom, ezt bennem van a hiba, hogy működött úgy, hogy tényleg ez a töltöm szívom, töltöm szívom, égetem. Úgyhogy, hát ennyi az én véleményem, de hát nem kell ehhez ragaszkodni. Lehet folyamatosan kered. Én azt már lehet, hogy többször mondtam itt adásban is, hogy én például Körülbelül másfél éve keresem a tökéletes drip kazánt. És nem veszek meg egyet se. Megnézem a képét, belülről, kívülről, majd nem olyan, nem veszem meg. A következő, majd. Az sem, majd. Az sem, majd. És nincsen, összesen van az asztalomon, most per pillanat, egy darab, egy darab G2, a demózáshoz van egy, egy ego, van egy van egy varadéróm, ami szintén egy őskövület, hiszen baszki, vatelines patron tudsz belerakni. Ö, és... Ennyit látok most. És, és nehogy azt higgye senki, hogy éve kaifunnal vagy tájfunnal a születtem, mert például... Ö, az első kazánom, az egy Vivinova volt meg a második, harmadik, negyedik, ötödik is, mert vettem belőle, vagy tizet, mit tudom is én, hogy miért. De hát mi se úgy születtünk, hogy Kaifun lógott a szánkból, aztán kinőtte magát a dolog. Akkor az nagy újdonság volt, és én is ugyanúgy kuporgattam a, a az első, fú, de drágállottam bassza meg, fú, ennek kurva jónak kell lenni. És mikor odadugtam a haverom szájába, aki, aki ö, ezeket a BDC-ket szívogatta, és vettem neki születésnapjára egy GS-t, megtekertem, odaadtam neki, és másnap hívott, hogy na ő, tehát mondta, hogy ő pénzt nem ad érte, jó, hanem akkor megveszem. És utána, hogy Csárli, az meg, hát most már értem, mi a különbség a kettő között. Te ennyi, ennyi. És mindig olyan jókat mosolygok egyébként, mikor valaki mutatja, hogy, hogy mi, micsoda zsíros gőznek hatalmas íze van mondjuk a, akármilyen integráltjának, próbálják ki egyszer egy felújíthatót, esetleg eredetit. Aztán térjünk erre a zsíros, ízes gőzre vissza. Még egy aspektusa van egyébként ennek a, 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 klónozós dünak, hogy puszta matematika, hogy azt érdemes lenne kiszámolni, hogy aki folyton veszi olcsóért, még olcsóbb adja, az fél év alatt mennyit bukik összesen. Tehát szerintem fél év alatt az ilyen jó, egy ezres, a mert ez se jött be, de már úton van a Igen. három másik. Hogy ez, ez, ez egy fél év alatt szerintem simán bukik ezeken a kis tranzakciókon annyit, hogy akár vehetne egy normálisat is. Úgy mondod. És, de egyébként, hogy mit szívsz a hétköznapokban, Blacky? Mert tudom, hogy te Pelszót szívsz. A GT2-t. Szinte kizárólagosan na. a GT2-t. Tehát ezt akartam, erre akartam, ja bocsánat, itt van még a GT Dripper, tehát ezzel a kettővel játszok nagyjából, a promete kóstolok. kóstolok, a... és akkor van még itt két-három ilyen tesztkazán, amiket úgy úgy küldözgettek józerek. de nem érzed a hiányát, hogy most valami hiányzik az életemből? Nem, abszolút nem. Hát, úgy, úgy el vagy vele, megvetted, és akkor, na, hát így voltam én a GT1-el is, megvettem, mikor megjelent, és addig szívtam, míg meg nem jelent a GT2. Azt utána eladtam. És aki azt mondja, hogy nem lehet normális áron eladni egy eredetit, hát akkor. Uh, az még nem próbált eladni eredetit. Akkor nem próbált eladni eredetit, mert nekem elment uh, egy nap alatt. A másik meg, hogy uh, hogy föl kell nézni egy nem magyar oldalra, mondjuk egy egy Motorräderre, vagy bármi más csoportba, ahol ahol rosszul lennének az emberek, hogy ki az, aki 1000, 1500, 4000, 5000 dollárokat egy modér, vagy sorakozik neki dobozban egymás mellett 20 ggt És azt mondja, hogy hát most így nem adom el, mert, mert, szép a szettem, de ha nagyon akarom, akkor egyet eladok mondjuk 3-4 ezerért. Euróért. <kül> szóval meg, 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 lesz, meg van ezeknek a, a, az áruk, és csak itthon vagyunk szerintem így, hogy nagyon elszaladta a ló, és, és már tényleg te érzed magad hülyének, hogyha... Ö, gyakorlatilag te írod a hirdetésbe oda, hogy eredeti GT ennyiért. Igen. És aztán nehogy megköpködjenek, hogy, hogy ma megveszem a klónját 5000-ér használtan. Mindegy, én leszek a, a köcsög. A másik... Amire viszont a türelmetlen ember ritkán szokott gondolni, hogy nem kell impulzus vásárolni. Tehát, hogyha te szeretnél egy eredeti GT2-t, nem kell azt holnap megvenni. Össze kell spórolni rá, és megvenni akkor, amikor összejött rá a pénz. Emberre válogatja, de például akkor te vagy a legjobb példa. Meg szeretném kérdezni, hány modod van? Kettő. Hány, ki, hány kazánod van? Hmm, szerintem. Talán olyan öt. Ennyi. De ugye amit nap, napi szinten használsz, az én borítékban merném tenni, hogy kuzi plusz pelzó. Ennyi. Az, abból az öt kazánból három az egy ilyen régebbi kocsivel kísérletezgetés volt, hogy hát, ha amíg ki nem jött a pelzó. Mióta megvan a pelzó, azóta semmi. Ja nem, nem igaz, mert a múltkor, hogy az utcán legyen mivel mászkálni, vettem egy Kaifun light de igazából annyival nem volt jobb, mint a pelzó, úgyhogy most nagy megelégedettséggel használjuk inga de hogy így, és a két modom is a Kuzi Megatronja, meg a Kuzinak a, <laughs> a, next <-ger. gül> Márka hű vagy, elmondhatjuk. Igen, igen, igen. <laughs> Na, úgyhogy, úgyhogy, ennyit, és ez jó ki lett fejtve ez a, a kínai mod VS eredeti. Mondhatnánk, hogy mindenkinek a pénztárcája szab határ, de én mindig visszakérdezek, hogy de ugye cigire elment havonta 20 ezer. Tehát akkor, hogyha még mellette likvidet is veszel, akkor ne kettő, hanem három vagy négy hónap alatt, de összejöjjön egy ilyen eredeti készülék. azt például most is megint hivatkoztunk az inkvire. Inkvi, tudjátok, hogy vesz magának cuccokat? Hát ő se szarja a lóvét. Ő, ő... Összespórolja és aukciózik. Az az egyik, a másik, hogy neki van egy ilyen képzeletbeli, ö, hogy is mondjam, határ, vagy ö, szabálya. Élektoni határ. Nem, nem, nem összegben, hanem ő, ő eldöntötte, hogy mit tudom is én évente egy olyan készüléket vesz, vagy modot, vagy kazánt, ami úgy, úgy tetszik neki. És akkor van egy évet gondolkozni, hogy nem kell azt, nem kell, zs... mikor én megvettem a billetboxot, de nem volt az már újság, meg truváiság, azt mégis megvettem. Na ő is így van vele. Spórol rá egy évig, összekuporgatja, aztán megveszi, és tökre boldog vele. Meg eredeti is. Hát figyelj, én emlékszel, én a Nextemet is egy évvel a megjelenés után vettem meg. Igen láttam a tekezetben, láttam az oszi kezében, láttam az andor kezében, szépen megérett, tökre semmi baj nem volt a Megatronnal, jó? Egy kicsit necces volt a, a kapcsoló mechanikája. aki a, a hát emlékszem, te sokáig szívtad a, a Pelzót a Megatronnal. Igen, 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 igen. És ö... És egy évig lamentáltam rajta, hogy jó van, basszus, most már akkor oké, okay, rendben, tök jó, működik a Megatron, de most már azért kiszolgáltam magát, baj, nincsen vele, tudnám használni, de most azért, pláne miután egy év után így leesett, hogy mit szarozok basszus kulcsát, egy év alatt mennyi pénzt megspóroltam ahhoz képest, mintha. <laughs> és akkor jó, akkor legyen egy. Na, úgyhogy kiveséztük a, a készülékünket, és még csak szót sem ejtettünk a két 100 wattos temperature controlos cuccmákról. Kéne. Mond még egyszer, bele? Kéne, uh, Kéne szót róla? Nem feltétlenül, nem feltétlenül, csak úgy, úgy mondom. hogy Egyébként ezzel megint egy kis off, meg már nagyon megy az adásidő, de ez a kis X-Pro is, ha leszámítom a temp controlt, 2 18650 es aksi benne, baromi jól végzi egyébként ww vagy hát vari watt módban a, a dolgát. Igen, ilyen szempontból nekem sincs vele semmi bajom, sőt olyannyira nincs, hogy az iStick 50-emet el is passzolom, Tam ha megvan rá az ember. Ennek a formája valahogy jobban. Aha. Szeretem ezt a szögletes történetet, történetet, történetet. És most magamnak is ilyeneket építgetek össze. Egyébként mindenféle. én nem akartam elhinni, mikor szétszette. É, 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 azt meg le kellett mérnem, hogy utána olvastam, hogy biztos 18-6-52? Nagyon mi bele van igen. szuszakolva, és nem is akartam nagyon szétbontani, mert nem az enyém, csak kitoltam a, a tetejénél, hogy mondom, ne sérüljön semmi. És ott méregettem, hogy mi, hogy merre hány méter, baromi jól bírja a, a játékos Úgyhogy várjuk meg, hogy mi lesz a két oldalas eredménye, uh -huh. aztán majd meglátjuk, hogy mit értett belőle a kínai, már szerintem az első oldal feléni feladták. <laughs> meg, nem, nem rég lett nekik elküldve, ha el lett küldve, nem tudom, a kollégámat kértem meg, hogy ő adja tovább a Bálintnak. Na de ez már megint az a történet, 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 hogy érdekes módon a ki kell húznom. Az Evolve elektronikáját mindenki köpködi, hogy a large display az, az bemákosodik, meg, meg szétesik a kijelző, akkor veszek nem large display de az működik. Találsz egy-két olyan videót, pont amikor én is vadáztam, hogy másnak mi a tökön baja lehet ezzel, és ott van a gyerek, a szoftver frissítés után megnézi, hogy hogy pirít, és mellé rakja a vapor sharkot, és az egyik az teszi a dolgát, a másik meg nem. Csak ennyi a különbség a kettő között. Igen, ez a temp control, ez nem, ez nem temp control, ez slow fast. Már elnézést. De, de olyan szinten tök jó temp control, hogy, hogy frissítés után nekem tök jó tartja a tempet, csak nem kapcsol ki. Főrakja 390 fára és ezt szépen tartja. Hát ennyi. Mondom, hát, Barátom, mondom, csináltam is egy videót, és az ízig a galagonya ö, munka címet adtam neki, mert tudod, a, a vad nem gyullad meg. Azt hittem először, hogy a fűtőszál így beizzik, elengedem a gombot, azt megmondom, de lassan hűl vissza. Nézem... Nem, hát a vatta izzik a közepén. <laughs> Kurva <laughs> jól nézett És Krisztián olyan volt, mint mikor neked elégett a vattát, hogy itt megfogtam a két szélt, hogy kihúzom, de nem kellett kihúzni, csak így megemelni. A tekerés, a tekerés méretében hiányzott a vatta. Igen. Na mindegy, hát csak fejlesztenek valamit a kínaiak, mert egyébként, egyébként eltoljuk mellettük a biciklit. Azok mellett nem nagyon... A, mondjuk a smok mellett el lehet tolni a biciklit, de van itt más gyártó is, a Kangxin összehozta a TC-t. Nagyon szépen a Vapor flask az tökéletesen jól működik, és a mini is teljesen jó. Um, van egy 50 wattos mini készülékük, egy darab 18650-nel, az is tökéletesen jól működik. Várjunk még, várjunk még egy-két egy hetet, és akkor Térjünk rá vissza, van, van a, az alagút végén látok egy fényt, és ö, azzal a fényjel jön valami, valami duálaks is, játékos, ami meg fogja virizgálni a fantáziánkat szerintem. Oké. Okay. Egy pdf-et majd átküldök neked. Ami, ami csak nem publikus, de van. <laughs> és. Ö, nekem de... is, nekem is. Jó, de te mit kezdesz a kúzintal vele? Jó, elolvasom. Ja, jó, oké, okay, remélem. rendben. Oké, okay. még a végén az lesz, hogy kirakod a izébe, bőrzébe eladónak a kuzidat. Ott, ott, lenne, a világ vége. Pifko Krisztián varivatra vált. A megatronom sem megy sehova. Nem a... A meg sem megy sehova. Hát mi viszont menjünk valahova, mert Lackó Attilan kívül mindenki a vízbe akar majd minket folytani 2 óra 30 percünkkel. Új, új, A munkacím... Igen, az, mindenen átmentünk tulajdonképpen, úgyhogy tényleg annyi van a munkacím. Uh, jó, akkor én úgy gondolnám, hogy tényleg ez ennél jobb most nem lesz, mert hogy a sok hülyeséggel olyan, mint hogyha, mint hogyha mennénk vissza a setét középkorba. Igen. Tehát tolatnánk az autóbánon, úgyhogy legyen ez szerintem a munkacím. És ez gyönyörű Egy kraft, kraftverkes. Hát én a, én a német autóbánra gondoltam, ahol nincs sebességkorlát csak nekünk, vapereknek, és ezért tolatunk, de az nagyon veszélyes, mindenki tudja. Uh -huh. Jó, szerintem akkor legyen ez. Örülök, hogy itt voltatok velünk, és remélem kitartottatok a két és fél órában. Akkor jelentkezni fogunk még a jövő hét folyamán ezzel a dologgal, hogy hogy és mint tudjuk megejteni ezt a kvázi élő adást Addig kitartás, örülök, hogy itt voltatok velünk, meg ti is, tikettem velem. Sziasztok! Sziasztok! Közi, sziasztok! Hangos vagyok!